Köszöntöm Önöket, Megyeri Nikoletta vagyok, Önök a Kispest TV műsorát látják. Híradónkban beszámolunk az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről, majd magazin műsorunk következik. Alkotmányjogi panaszt nyújt be az önkormányzat amiatt a törvény miatt, amely alapján az egyházak bejelenthetik igényüket az általuk fenntartott önkormányzati iskolák és óvodák épületeinek tulajdonjogára. A képviselőtestület emellett arról is döntött, hogy nem írja alá azokat a szerződéseket, amelyekkel ezek az épületek ingyen a fenntartó egyházhoz kerülnének. Egyebek között arra hivatkoznak, hogy a kért ingatlanok sohasem voltak egyházi tulajdonban. A képviselők a legutóbbi testületi ülésen meghallgatták a kispesti rendőrkapitányság és a kerületi tűzoltóság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolókat is. Elfogadta a testület legutóbbi ülésén a kerületi rendőrkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló jelentést. A legfontosabb tényező az nem a számokban rejlik, hanem abban rejlik, hogy önök, akik itt laknak, akik itt dolgoznak, azok hogy érzik magukat a mindennapokban. A családjukkal, a gyerekükkel, adott esetben unokájukkal. És úgy gondolom, hogy mert ez minősíti Isten igazából Kispestnek, vagy egy adott területnek a közbiztonságot, hogy saját magát, az értékeit, az autóját, a lakását biztonságba, adott esetben a gyerekeit biztonságba tudja. 6 millió forintos visszanemtérítendő összegű együttműködési megállapodás aláírását fogadták el a képviselők az önkormányzat és a kerületi rendőrkapitányság között. Elfogadta a testület a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság délpesti katasztrófavédelmi kirendeltségéhez tartozó 19. kerületi hivatásos tűzoltóparancsnokság tavalyi tevékenységéről szóló jelentést is. Tordai László parancsnok megköszönte az önkormányzat támogatását. Régi álmunk volt, hogy a tevékenységi körünket egy alpintechnikai képzéssel bővítsük. Ez nagyon-nagyon fontos lépés számunkra, és azt mondom, hogy egy távlati célunk, ami azt szoktam fogalmazni magamban, hogy 10 éves távlati célokban gondolkodunk, elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy most már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen lassan egy kiképző központ is lehetünk. A napi rendekhez kapcsolódva Gajda Péter polgármester köszönetet mondott a kerület közbiztonságáért, közrendjéért végzett tevékenységért, és az önkormányzat támogatásáról biztosította a vezetőket. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy Kispest önkormányzata alkotmányjogi panaszt nyújt be köznevelési épületek egyházi fenntartó részére történő ingyenes tulajdonba adása miatt. 3 ingatlanról van szó, amelyet megkértek tőlünk. Az egyik az Ady Endre Általános Iskola, a másik a Reménység Iskola, a harmadik pedig a református óvoda által használt ingatlan. Ugye eddig is biztosította az önkormányzat az egyházak részéről, hogy ezekben az épületekben, ezekben az ingatlanokban azt a tevékenységet, amelyet eddig is folytatott, azt nyugodtan és magas színvonalon megteheti. Mi azt gondoljuk, hogy ez a jogszabály ilyen formában alkotmányellenes, pláne úgy, hogy az önkormányzat ezeknek a vagyonelemeknek az átadásáért cserébe semmilyen kompenzációt nem kap, pláne úgy, hogy ezek az ingatlanok korábban soha nem voltak egyházi ingatlanok, hanem az önkormányzat törzsvagyonába tartoztak, és ezért is gondoljuk azt, hogy ez a jogszabály alkotmányellenes. Ékes Gábor önkormányzati képviselő a gyerekek közneveléséhez való hozzáférési jogának biztonságáért az ingatlan átadás mellett érvelt. A vitában Arató Gergely országgyűlési képviselő elmondta, helyesen dönt az önkormányzat akkor, ha nem írja alá az átadási szerződéseket. Ebben a helyzetben teljesen nyilvánvaló módon a törvényalkotó hozta rendkívül faramúci helyzetbe mind az egyházakat, mind pedig az önkormányzatot. A képviselők elfogadták a 2023-28-as időszakra vonatkozó helyi esélyegyelőségi programot, amely 6 célcsoportot, a mély szegénységben élők és a romák, a gyermekek, a nők, az idősek, a fogyatékossággal élő személyek esélyegyelőségét, valamint több célcsoportot érintő településszintű problémákból adódó feladatokat foglal magába. Az önkormányzatnak kötelezően legyen valami víziója annak érdekében, hogy 5 évre milyen elképzelései vannak a fejlesztésre. Ez én merem mondani, hogy egy vágyálom, ami önök előtt fekszik, nem tudom, hogy eljutunk-e odáig a szintig, amit leírunk. Vélhetően nagyon sok kérdésben nem. Igazából ennek az a legfőbb
fontossága ennek az írománynak, hogyha véletlenül, úgy Isten igazából az elkövetkezendő években, ne adj Isten az önkormányzatok egy pályázathoz jutnának, amelyekben az itt élők érdekében ezen a területen képesek fejleszteni, akkor erre lehet és kell hivatkozni. A korábbi elvi döntésnek megfelelően elfogadták a képviselők a kerületi óvodák átszervezéséről szóló előterjesztést, és a 11 önállóan működő köznevelési intézmény struktúrájának átalakításáról szóló előterjesztést is. Ennek megfelelően a kispesti bölcsődék szerkezetéhez hasonlóan létrejött a kispesti egyesített óvodák. Átfogó értékelés készült az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak tavalyi ellátásáról is, amely tartalmazza az ez év márciusában megtartott éves jelzőrendszeri értekezleten elhangzottakat, és megfogalmazta az elkövetkező időszak terveit. Elfogadták a képviselők a Közpark Kft. 2022-es egyszerűsített éves beszámolóját és a 2023-ra szóló üzleti tervet is. Kiemelkedő teljesítményű kispesti rendőröket tüntetett ki az önkormányzat. A kispesti rendőrkapitányság 5 munkatársa vehette át a Sárkányölő Szent György elismerést. A pénzjutalommal is járó kitüntetést minden évben Szent György napjához kapcsolódóan adja át az önkormányzat. 2021-ben köszöntötték először a kimagasló munkát végző rendőröket Kispesten. A korábbi rendőrkapitány Plánk Róbert javaslatára alapította az önkormányzat a pénzjutalommal is járó Sárkányölő Szent György elismerést. Az idei díját a Dongajda Péter polgármester a kerület nevében megköszönte azt az áldozatos munkát, amit a kispestiekért végeznek a rendőrök. Azt mondta, ez a munka megkerülhetetlen, ezért a munkáért köszönet jár, hiszen a rendőrök sokszor az életüket kockáztatják szolgálatteljesítés közben. Sokszor nem kellő tisztelettel gondolunk azokra a kollégákra, akik tényleg a vagyon és az élet védelme, a közlekedés biztonsága érdekében sokszor az életüket adják. Lehet-e ezt elégszer megköszönni? Én azt gondolom, hogy a rendőri munkának talán éppen ezért is, most már mondhatjuk az elmúlt évtizedekben sokkal nagyobb a presztízse talán, mint korábban. Kispest rendőrkapitánya arról beszélt, hogy a közbiztonság állapotáért mindig a rendőröket teszik felelőssé, ha jó akkor is, ha nem akkor is. A kapitányság éves beszámolója szerint a kispestiek szubjektív közbiztonságérzetét alapvetően befolyásoló bűncselekmények száma jelentősen nem emelkedett, sőt egyes kategóriákban csökkenés állapítható meg. Úgy gondolom, hogy és az a tapasztalatom, de ez most a több évtizedes Kispestnek a közbiztonsága jó. Természetesen ennek érdekében a kollégáim mindegyik elhivatott, nagyon sokat tesz érte, nagyon sok lemondás van azért nem munka, hanem szolgálat és hivatás mögött. De úgy gondolom, hogy az együttműködés nélkül az önkormányzat, a testület, a társszervek együttműködése nélkül nem tudnánk eredményesek lenni, és innen köszönöm a hátteret, innen köszönöm a támogatást. Az idén a Sárkányölő Szent György elismerést 5-en vehették át. Sós Kinga címzetes rendőrőrnagy, aki csaknem 24 éve teljesít szolgálatot a budapesti rendőrfőkapitányság állományában. Szabó András rendőrőrmester, aki magas szintű teljesítményével járul hozzá Kispest közbiztonságához. Varga Katalin rendőrtörzsőrmester, aki fiatalkora ellenére a rendészeti osztályon megszerzett gyakorlati tapasztalatait jól kamatoztatja a szabálysértési eljárásoknál. Varga Rihárd rendőr főtörzsőrmester, aki kiemelt figyelmet fordít a gépjárműlopások feltörések felderítésére. És Perce Máté rendőrőrmester, aki a rábízott feladatokat minden esetben határidőre, a legjobb tudása szerint hajtja végre, kollégái, parancsnokai számíthatnak rá. Az ünnepi műsorban Cher Livia előadó művész dal összeállítását hallhatta a közönség. A kispesti rendőrkapitányság vezetőjével, Krammer György Zsolttal hosszabb interjút láthatnak magazin műsorunkban a híradó után. Gépmajálison ünnepelte május 1-jét Kispest és Pesszentlőrinc.
15. alkalommal rendezték meg a Hoffer Dutra gépajánlást a Tomori Lajos Múzeum kertjében. A helyszín összekapcsolja a két kerületet. A múzeumnak otthont adó épület az egykori Herrik kisvilla. Annak a Herrik Károlynak volt otthona, akit Kispest egyik alapítójaként ismerhetünk. A gépmajális a Budapest 150 programsorozathoz kapcsolódott. A traktorok beindításával Kispest polgármestere és Pest-Szentlőrinc alpolgármestere közösen nyitotta meg a veterán mezőgazdasági gépeket felvonultató Hoffer Dutra gépmajális programjait. Aztán felsorakoztak a járművek, hogy megtegyék hagyományos tiszteletkörüket. Így a környékbeliek is jól láthatták a technika csodáit. A még ma is működő traktorokat fénykorukban is csodálta az egész világ. Hoffer Mátyás 123 évvel ezelőtt alapított gyárából számos technikai újdonság került ki. Kispest polgármestere köszöntőjében azt mondta, hogy nem csak annak van üzenete, hogy közösen ünnepel a két kerület, hanem annak is, hogy május 1-én. Talán annak minden évben külön üzenete is van, hogy május 1-én a munkaünnepén köszöntjük mindazokat. Így a munkaünnepe alkalmából, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy működhessen a két kerület, hiszen akár kétkezi munkájukkal, akár szellemi tevékenységükkel is hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen rendezvényeket meg tudjunk tartani, vagy egyáltalán utakat tudjunk építeni, felújítani, óvodát, bölcsödét fenntartani. A házigazda 18. kerület alpolgármestere szerint a még ma is működő 100 éves traktorok, a Hoffer Dutra gyárra való emlékezés a mostani generációknak is megmutatja azt, hogy a magyar gazdaság korábban mire volt képes, és esetleg irányt mutathat azoknak is, akik most döntési pozícióban vannak. A mai társadalmak úgy állnak általában össze, különösen a mi társadalmunk, hogy a külföldi tulajdonosok által Magyarországon létrehozott gyárak inkább csak egy olyan tevékenységet végeznek, ahol összeszereljük ezeket a gépeket. Ezeknél nem ez volt. Ezek a tulajdonosok, akik külföldi állampolgárok voltak, helyesebben nem is igaz, hogy külföldi állampolgárok, mert a monarchia állampolgárai voltak, ezek a tulajdonosok, ahogy polgármester úr is említette, odafigyeltek a munkásaikra. Lakhatást biztosítottak nekik, itt voltak a kutatásaik, itt voltak a fejlesztéseik, nem csak egy összeszerelő üzemként használták Magyarországot, hanem az innovációt és a fejlesztéseiket is itt végezték el, és azt gondolom, hogy az akkori gazdaság, magyar gazdaságnak a felemelkedése az pont ennek köszönhető volt. A kerületvezetők megköszönték a majális szervező Hoffer Dutra Emléktársaság munkáját is. A szervezet 2009-ben alakult azért, hogy a Hoffer Dutra gyártmányok és egykori gyártójuk emlékét megőrizze. Ipartörténeti kutatásokat is végeznek, és céljuk az is, hogy összetartsák a veterán gépgyűjtőket. Egyik fő rendezvényük minden évben a Pest-Szentlőrinci gépmajális. Ebben az évben 15. éve áll fenn az Emléktársaság, hogy megtarthattuk ezt a rendezvényt május 1-én huzamosabban és nagy sikerrel. Tehát köszönöm a 18. kerületi önkormányzatnak, a Kispesti önkormányzatnak és a Tomori Lajos Múzeumnak, valamint minden egybedült lelkes érdeklődőnek és a kiállítóknak nem különben, akik önzetlenül minden évben különböző gépcsodákkal és különlegességekkel vesznek részt, amely az egykori Hoffer gyár, későbbi traktorgyár múltjára emlékeztetnek minket. A köszöntők után megkoszorúzták az egykori Hoffer villa falán lévő emléktábla fotokópiáját a kispesti koszorút Gajda Péter polgármester, valamint Vincek György, Varga Attila és Ternyák András alpolgármesterek helyezték el. A 18. kerület képviseletében Somodi László alpolgármester és Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő koszorúzott. A gépmajálist, amely része a Budapest 150. születésnapját ünneplő eseménysorozatnak, immár másodszor a Tomori Lajos Múzeum kertjében tartották. A múzeum mindig is részt vett ezeken a majálisokon, de nagy örömünkre szolgált, hogy itt rendezhetjük meg a kertben, és hogy itt helyet talált, és jól alakult ez a program, hiszen nagyon sokan egyszerre tudnak akkor a nagy majálisra és a múzeum kerti gépmajálisra is érkezni. Az emléktársaság is otthonra lelt, és hát nagyon nagy lelkesedés fogadta a traktorokat, miközben itt rótták az indítókört. Pályer Henrik vezetésével a kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara adott elő műsort. Szia.
és fellépett a Tébláptánc együttes is. A szabadtér gép kiállítás egész nap várta az érdeklődőket. A Vekerlei Kultúrház kertjében májusfa díszítéssel, közös énekléssel és tánccal köszöntötték a tavaszt. A cseresznyefára színes szalagok kerültek, amelyek majd egészen pünkösdig ékesítik azt. Májusfát, májfát vagy jakabfát régen a lányos házak kertjében állítottak a legények, s bár sokaknak már a munkásmozgalmi felvonulások jutnak eszükbe május 1-éről, valójában a tavaszköszöntés szokása még a kereszténység előtti időkben nyúlik vissza. Maját, a föld termését oltalmazó istennőjét már az ókorban tisztelték, és áldozatot mutattak be neki tavasz köszöntével, hogy az év termésben gazdag, a föld pedig termékeny legyen. Májusfa, májfa, vagy hívják jakabfának is, a tavasz kezdetének, a természet újjászületésének, a termékenységnek a szimbóluma. Régen vidéken a lányos házak kertjében állítottak fel a legények feldíszített fákat május 1-ére virradóra, jelezve, hogy a házban csinos eladó lány lakik. A díszítés egyébként nem csak szalagokból állt, hanem lehetett a borosüvegtől kezdve a kalácson át bármi, ami a gazdagságot szimbolizálta. Vagy egyszerűen női kellékek, például fésű vagy tükör. A Vekerlei Kultúrházban 2020 óta emlékeznek meg a májfa állítás ünnepének hagyományáról. Ez egy nagyon szép régi magyar hagyomány, Magyarország tájegységeiben, néprajzi tájegységeiben mindenhol van egy-egy tájegységre jellemző szokás. Próbáltuk ezt egy kicsit feleveleníteni, ide hívtuk a gyerekeket, a családokat, itt vannak a gyönyörű színes szalagok, itt van a Vekerlei Kultúrház gyönyörű cseresznyefája, és hát itt megünnepeljük a tavasznak a születését, a májust, a szerelmet, az újraéledést és a tavaszt. A fa kirügyezésével indul el az új évkör, újjáéled a természet, kizöldülnek a növények, fészket raknak a madarak. Többnyire erről szólnak azok a népdalok is, amelyeket Farkas Katalinnal, a Kultúrház kerekítő foglalkozásának vezetőjével közösen énekeltek a gyerekek és a felnőttek. Ezek a tavaszköszöntő énekek, dalok természetesen a megújulásról és elsősorban a szerelemről szólnak. Néha kicsit burkoltabban, néha viszont nem is annyira burkoltan, azt hiszem. A gyerekeknek persze, amikor néphagyományokat ápolunk, akkor általában azokat a részeket szoktuk ugye elvinni, bemutatni nekik már az egész piciknek is, amik egészen kis burkoltan mutatják a mi régi hagyományos világunkat. A májusfa állításának más hagyománya is létezik, a közösségi májusfa állítás, amikor közösen állított fát a falu népe, és együtt örventek a hosszabb, melegebb nappaloknak. A Vekerlei Kultúrház kertje tökéletes helyszínt biztosít a közösségi összejöveteleknek, népi mulatságoknak, kulturális, művészeti fesztiváloknak. Használjuk is ezt a kertet. A nyári táborainknak a nagy része a kertben játszódik. Amikor már jó idő van májusban, szeptemberben, októberben, nagyon sok hétvégi programot is kihozunk ide a kertbe. Vannak itt babakoncertek, gyerekkoncertek, bábszínházi előadások, sátras mesejátékkal is készülünk most majd júniusban. Szeretjük a kertet, szeretjük kihasználni a kert adottságait, mert azt gondoljuk, hogy a gyerekeknek attól többet, hogy mesélünk, hogy a népi hagyományokat felelevenítjük, és kint vagyunk a szabadban, ettől többet nem adhatunk. Gyerekkorban, tehát a 0-3 éves korig, miért fontos már akkor a gyerekekben beleültetni, vagy elültetni a népük hagyományait, vagy a dalokat? A legkisebbek számára ez ugye azért fontos, hogy kapjanak gyökereket. Hiszen, hogyha ezekkel találkoznak először, ezek a kis dallamok maradnak meg a kis fülükbe, akkor ez ugye későbbiekben is mindig ugye kedves lesz a szívüknek, szívesen fogják hallgatni, és ezzel is ugye a szülőföldjükhöz reméljük majd ragaszkodni fognak. Hagyományaink, ünnepeink meghatározzák identitásunkat, utat mutatnak, összekötik a ma emberét az elődökkel, és meghatározzák helyét a világban. Origók, iránytűk, amelyek biztonságérzetet adhatnak a valahova tartozás élményén keresztül. Népi szokásaink tulajdonképpen személyiségünk meghatározó, de legalábbis lényeges részét képezik. Tavaszköszöntő rendezvényt tartottak a Székelyország Tündérkertje Látványparkban is. Böjte Csaba szerzetes volt a vendég. Mostani látogatása egybeesett Ferenc pápa budapesti látogatásával, így Csaba testvér őt idézte köszöntőjében. Pezseg az élet Székelyország Tündérkertjében Kispesten a Bartók Béla út egy szám alatt.
A Látványpark jövőre ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Bacsó András, a kert megálmodója és megalapítója, szándéka az volt, hogy aki ide betér, megérezze Székelyföld hangulatát, megismerje híres szülötteit, és az ott élő magyarok népszokásait, hagyományait, ételeit és a hely földrajzi adottságait. A kertbe diákok járnak tanórákra, és dr. Hajdani Ilona nyugdíjas pedagógus vezetésével megismerkednek az erdélyi magyarság történelmével. A mostani tavaszköszöntő rendezvényre meghívást kapott Gajda Péter Kispest polgármestere is, aki megköszönte Bacsó András elkötelezett, áldozatos munkáját, amellyel a parkot a megalakulása óta is fejleszti. Hál' Istennek ez egy olyan ügy volt, ezt én sokszor elmondtam már itt, amiben nem volt vita, se jobb, se baloldali képviselő között, hogy kell nekünk ez a kert. Mert hogy aki évről évre ellátogat ide, az mindig azt látja, hogy András tényleg a szívét, lelkét beleteszi ebbe az ügybe, ebbe a kertbe. Minden évben történik valami, nem csak egy-egy vásár vagy egy-egy esemény, hanem ez a kert évről évre megszépül. Mindig van benne valami újdonság, amiért érdemes idejönni. Bőte Csaba szerzetes, a gyermekvédelemmel foglalkozó Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője is eleget tett a meghívásnak, és a támogatásukat élvező gyermekekkel együtt látogatott el a tündérkertbe. Aki mer, az nyer. Szó szerint így mondta magyarul Ferenc pap, aki mer, az nyer. Merjetek! És bíztat bennünket, hogy igen, ne keseredjünk el. Én azt gondolom, ez nagyon fontos üzenet, mert ugye az ember nézi a televíziót, csak hideg is kivári, hogy mennyi háborús, ellenségeskedés, ja Istenem, itt a harmadik világháború, itt a világvége, meg hasonló, nem beszélünk a pandémiáról, aztán tudjuk, hogy egyesek ellene, mások mellette, beoltatod, nem oltatod, na kapsz mindenképpen akárhonnan, valahonnan kapsz a nyakadba meg. Hát hogy mondjam, hogy ideges lett a világ, nem? És ebben a környezetben az ember mind kisebbnek, kisebbnek, kisebbnek érzi magát. Úgy érzi, összecsapnak a hullámok a feje fölött. Talán betegség is van, talán gazdasági nehézségek is vannak, és mindenkinek van gondja. És persze a politikusok azt mondják, ez csak kezdet, ennél még csak rosszabb lesz, nem? És azt gondolom, ebben a környezetben nagyon jó jön Ferenc pápának a buzdítása, de féljetek, merjetek, aki mer, az nyer. Ám nem csak a gyerekeket, hanem legutóbb megjelent két könyvét is magával hozta, amelyeket dedikált az eseményem. Meglepetésképpen a Gyergyó Szentmiklósi Jégkorong csapat felajánlást tett a rendezvényen az alapítvány javára. A dátumot nem tudjuk megmondani, mivel még nincsen kijelölve, de amikor a szövetségtől megkapjuk, akkor értesítsük időbe. Gyergyó Szentmiklóson lesz az első mérkőzés, annak a bevételi szeretnék felajánlani. És most egy meszt szeretnünk átadni, meg egy meghívót, amire még dátum nincsen, de időben fogjuk értesíteni az atyát. A park jövő évi jubileumát külön rendezvényekkel ünnepli majd, amelyekre mindenkit várnak a kerületből, a környékről. 100 éves a Vekerlei Református Egyházközösség. Az évforduló tiszteletére ünnepi istentiszteletet tartottak, amelyen Balogh Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke hirdette az igét Márk evangéliumának második fejezete alapján, amelyben Jézus meggyógyítja a béna embert, akit hozzávisznek. Jézuson keresztül gyógyulást lehet találni mindenki bajára. Vekerle telep és a református egyház történetében is voltak és vannak olyan emberek, akik beteghordók. Emlékeztetett Balogh Zoltán, majd felidézte, hogy 1923-ban a háború és Trianon után alakult a gyülekezet, és az épülő torony utat mutatott a menekülőknek, valamint azoknak is, akik már itt éltek. Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja köszöntőjében arról beszélt, hogy a vekerlei reformátusok az első világháború, a Tanácsköztársaság és Trianon után megerősítették a fontossági sorrendet, amikor előbb önálló gyülekezetet szerveztek, majd templomépítésbe kezdtek. A gyülekezetet nem egyházi szerv és nem is egy hivatástudattól duzzadó lelkipásztor kezdte szervezni, hanem egy négyfős bizottság, akik házról házra járva összeírták a reformátusokat. Idézte fel a kezdeteket a gyülekezet történetéről tartott előadásában Almási Sas Kálmán. Az egyházközség főgondnoka szerint a gyülekezet előtt jövő is van, él a közösség, fiatal lelkipásztora van Virág Balázs személyében, és áll a templom is.
A beszédek és a visszaemlékezések közben Tódi Éva és Törő Károlyné látotta a zenei szolgálatot, Rajkai Zoltán színművész, Reményik Sándor Kegyelem című versét szavalta el, a liturgiát pedig Virág Balázs lelkipásztor vezette. Az Isten tisztelet végén Balogh Zoltán püspök megáldotta a 100 éves gyülekezetet. Áldjon meg titeket ti magatokban, testetekben, lelketekben, áldjon meg bennünket családunkban, egyházunkban és nemzetünkben, és áldjon meg egykorban a görög üdvösséggel, hogy fenn a mennyekben a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Önkormányzati szimulációs versenyt szerveztek általános és középiskolás diákoknak a polgármesteri hivatalban. A gyerekek azt próbálhatták ki, miként működik az önkormányzat, hogyan lesz egy ötletből, javaslatból előterjesztés, majd módosítások és vita után döntés, rendelet, megvalósuló program. Az országban először Kispesten tesztelték ezt a programot. Kérdések, érvek, ellenérvek. Kétnapos önkormányzati szimulációs versenyen vettek részt kispesti általános és középiskolás diákok a polgármesteri hivatalban. Egy modell önkormányzati szimulációs versenyt tartunk kispesti fiataloknak, kispesti fiatalokkal, ami tulajdonképpen az önkormányzati döntéshozatalt mutatja be, olyan formában, hogy a fiatalok belehelyezkednek olyan szerepekbe, amik egyébként is vannak az önkormányzatban, polgármester fognak majd választani maguk közül, bizottsági elnökök kerülnek ki, és a második nap bizottságüléseket fognak tartani, és az a cél, hogy több előterjesztést hozzanak majd a testület elé, amit ugye ők alkotnak ezt a testületet, ezt ők alkotják, és a nap végén hozzanak egy döntést, hogy támogatják-e a saját maguk által megalkotott előterjesztéseket. Ezért is különleges ez a mai és a holnapi önkormányzati modellönkormányzat, mert az országban először Kispesten rendezzük meg ezt a programot, és ugye ennek az egyik nem titkolt célja az, hogy tudatos állampolgárokat neveljünk, ami nyilván nagyon fontos a jövő generációjának a szempontjából. A program első napján a helyes köszönési és viselkedési formákat, a meggyőző kommunikáció, az alkalomhoz illő öltözködés írott és íratlan szabályait, szokásait mutatta be a diákoknak Csatári Szabolcs. A trénertől azt is megtudhatták a fiatalok, hogy a tér, mint nem verbális jelzés, fontos szerepet játszik az emberi kommunikációban. Aki ezeket megszegi, azok nagy nehezen boldogulnak az életben, azt kell, hogy mondjam. Én kommunikációban ezt tartom a legkevésbé taníthatónak, mármint hogyha valaki rosszul szocializálódott ebben, és erre érdemes figyelni, mert vannak visszajelzések. Ha ti megszegítek ezeknek a szabályait, kaptok visszajelzést. Oda elhozzátok valaki, hogy például a gyárásból azért nem kim voltam, és pályázni akart egy gyárás, itt állt meg az arcom, de milyen lehetőségek vannak? Az automatikus reakció, ugye lépünk egyet hátra, egyszer csak ott van a fal. De ugye lépdenünk, ezzel érzékeltetjük, hogy lépjél ki az intim zónából. Vagy azt mondjam, hogy megfogom a karjátnak, és azt mondom, vannak lehetőségünk, és már másfél métert hátra lépve. Tehát ezeket folyamatosan lehet jelezni, érzékeltetni apró gesztusokon, metával, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem fér. A gyerekeket köszöntő Gajda Péter polgármester örült, hogy ilyen sokan jelentkeztek erre a versenyre, hiszen ez is azt mutatja, hogy érdekli őket a közélet. Tudni szeretnék, mit jelent az önkormányzatiság. Abban is bízom, hogy egyszer lesz még olyan közületek, valaki majd közel van ahhoz, hogy elindulni egy választáson, aki majd itt fog ülni egyszer a képviselőtestületbe, és a kerületért tud dolgozni. És miért fontos ez? Mert hát ugye itt laktok. Nyilván mindenkinek a mikrokörnyezete a legfontosabb. Látja, hogy mi történik az utcán, ha kilép a lakásból, akkor szemetes a közterület, érdemes-e változtatni az egyirányú utakon, meg kell csinálni a játszóteret, lehet-e még valamit fejleszteni azokban a parkokban, ahova eljártok. És hát persze, ugye ti iskolások vagytok, abban is érdemes gondolkodni, hogy jó az az iskola rendszer, például amivel most itt tanultok, vagy sem. Sajnos ugye ehhez már az önkormányzatnak jelen pillanatban sok köze nincsen, bár én azt gondolom, hogy amikor a kerület volt a fenntartó, akkor legalább talán annyiban jobb volt a helyzet, hogy volt egy folyamatos és rendszeres párbeszéd a pedagógusok, az intézményvezetők, a diákok az önkormányzat között, és ez
fontos. A második napon a verseny folytatásaként elkezdődött az igazi munka. Megválasztották maguk közül a diákpolgármestert, Halmos Dorottyát, valamint a két diákalpolgármestert, Litzfürth Domost és Farkas Andrást. A diákok két bizottságot és négy frakciót alakítottak. Négy témakör közül kellett kiválasztaniuk a kerület számára legfontosabbat, és annak érdekében kellett megvalósítható programokat javasolniuk. A szimulált képviselőtestületi ülésen a két bizottság előterjesztette a két kiválasztott témát. Az elmúlt órában a bizottsági javaslatokról volt szó, ugye két bizottságra voltunk bontva, mindkét bizottságnak volt egy program javaslata, és aközül kellett kiválasztani egyet, amit megvalósítunk, ez végül a sportos program lett, egy sportnap. A másik bizottságnak egy ilyen környezetvédelmi programcsomagja volt, ám én nekem személy szerint azzal az volt a bajom, hogy nagyon kidolgozatlan volt a terv. Tehát nem volt benne semmi konkrétum, hogy honnan lennének előteremtve a források, mikor lenne, hogy lenne, miből lenne. Szimplán ott voltak maguk a tervek, amik ilyen nagyon jól hangoztak, de semmi egyéb nem volt, mint például a sportnál, ahol ki volt emelve, hogy EU-s forrásokból, mikor, hol, miért, minden. A szavazás során az alkalmi testület a sportprogram megvalósítását támogatta, de kompromisszumos javaslatként valamennyiük megelégedésére néhány elemet beemelt a zöld programból is. Egyre nagyobb az igény a bölcsödei gondozás iránt, így néhány kispesti intézményben már várólisták vannak. Ez is kiderült a bölcsödék napján tartott ünnepségen a KMO-ban. Sokat változtak a bölcsödék az elmúlt években, ma már nem gyermekmegőrzőként funkcionálnak, hanem fontos pillérei a nevelésnek. A bölcsöde egyébként a legidősebb gyermekellátási forma Magyarországon, 171 éves múltra tekint vissza. Magyarország első bölcsödéjét Budapesten a Kalap utcában nyitották meg 1852. április 21-én. 2010 óta ezen a napon ünneplik a bölcsödék napját. Kispesten az idei ünnepséget a KMO-ban tartották. Gajda Péter polgármester nyitó beszédében azt mondta, hogy óriási feladat hárul a bölcsödei dolgozókra, hiszen a szülők legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket bízzák rájuk nap mint nap. Annak ellenére, hogy az elmúlt években egy ilyen általános demográfiai, főleg fővárosi demográfiai adattal szemben, hogy sajnos folyamatosan csökken az adott évben a kerületben születendő vagy születő gyermekek létszáma, ez az elmúlt időszakban vagy ebben az évben nem jelentette azt, hogy kevesebb gyermekkel kelljen önöknek foglalkozni, hiszen most már újra várólistákkal kell szembenéznünk, ami elég furcsa ebből a szempontból. De ez azt is jelenti, hogy önök jól végzik a munkájukat, hiszen ebben a kiemelt időszakban bízzák a kispesti szülők önökre egy viszonylag hosszú napszakban a gyermeküket. Úgyhogy ezért is hoztuk létre ezt a díjat, ezért is próbáljuk minden évben megköszönni önöknek, hogy ilyen odaadó módon és magas színvonalon foglalkoznak a kispesti gyermekekkel és szüleikkel. A szociális ellátásért felelős alpolgármester köszöntőjében azt hangsúlyozta, téved, aki azt hiszi, hogy a gyermekvédelem akkor kezdődik, amikor már gond van a gyerekekkel, a családdal. A gyermekvédelem, mint Vincek György mondta, a mindennapokban zajlik, hiszen egy jól funkcionáló intézmény sokat tehet a gyerekekért, a családokért. Beszédében a neves pszichológustól Popper Pétertől idézett. A gyermek nem tulajdon. Megtiszteltetés, hogy ránk bízta magát, hogy bevezessük a világba. Ahhoz, hogy a gyermekek felnőjenek, nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé, a gyermekneveléshez család kell, és hozzáteszem, nagyon jól működő gyermekintézmények, mint például a kispesti bölcsöde. Önállóságra, önbizalomra, őszintességre, a világra való nyitottságra, döntéshozatalra nevel ma a bölcsöde. Erről beszélt kollégáinak és az ünnepségre meghívott vendégeknek a Kispesti Egyesített Bölcsödék Intézmény vezetője. A Szódi Sikter Éva arról is beszámolt, hogy a kispesti bölcsödék és az ott dolgozók folyamatosan fejlődnek. Rendszeresek a szakmai képzések és a különböző pedagógiai programok, vagyis rengeteget változtak a bölcsödék az elmúlt évtizedekben. Változtak a szabályozások, a tárgyi feltételek, változtak a nevelési elvek, változott a bölcsödében folyó szakmai munka, de még a megítélésünk is. Én amikor iskolába jártam, még azt mondta a nevelés pedagógia tanárom, hogy a bölcsöde szükséges rossz.
És akkor emlékszem, hogy minden idegszállammal ez ellen vívtam, hogy ezt hogy lehet mondani, hiszen mi annyira szeretjük és óvjuk a gyerekeket, és hogy lehet egy ilyen intézmény rossz. És szerencsére ez alatt a 20-25 év alatt eljutottunk oda, hogy most már a bölcsödét, a gyerekellátás egyik alappilléreként tekintik, és én azt gondolom, hogy ez az egyik nagy vívmánya ennek az elmúlt pár évtizednek. Az intézmény vezető minden kollégájának megköszönte az elmúlt években végzett munkát. Két dolgozót külön kiemeltek. Az egyikük Keszthelyné Balogh Éva kisgyermeknevelő, aki 40 éve dolgozik a Csillagfény bölcsödében. Az idén ő kapta a bölcsödés gyermekekért végzett kimagasló munkát elismerő önkormányzati oklevelet. A bölcsödei dolgozók demokratikus szakszervezete Kispesti alapszervezetének elismerését pedig Gádi Kővári Henrietta vehette át, Gulyásné Nagy Anitától, a helyi szervezet vezetőjétől. A bölcsödei dolgozókat Karnót Kamilla saját dalaival, Budai Flóra pedig egy kortárs tánc bemutatóval köszöntötte. Új szigetelést kapott a Táncsics utcai felnőttházi orvosi rendelő. A homlokzati hőszigetelésnek köszönhetően 30%-kal csökkent az épület fűtési hőenergiája. Új szigetelést, színezést kapott a Táncsics utcai felnőttházi orvosi rendelő épülete. A kézberuházás Göde Péter polgármester, Ternyák András alpolgármesterrel, a munkálatokat levezénylő Kispest Kft. Ügyvezetőivel, Horváth Gyulával, valamint Teknős Ferenc önkormányzati képviselővel tekintette meg. A körzet képviselőihez több jelzés érkezett a rendelő állapotáról. Többek között az előtetők állapota volt, illetve hogy beázott régebben maga az a rendelő rész és a váró rész. Ezek meglettek csinálva még mielőtt a homlokzat rendbetétele megtörtént volna. A homlokzat is összefirkált volt, nem megfelelő volt városképileg, ezért azt is megcsináltattuk. Tavaly évben kezdtük el a Táncsics utcai rendelő felújítását. Elég sokan panaszkodtak már rá, hogy nincs túl jó állapotban ez az épület, ezért kezdtünk neki. Teknős Ferenc kollégám, a körzetképviselő is jelezte többször részünkre, hogy valamit most már kezdeni kell az épülettel. Itt ugye az előtető, a külső homlokzat, a beázások okoztak problémát. A Kispest Kft. Vezényelte le ezt a felújítást, ahogy látható, a külső homlokzat új szigetelést és színezést kapott, az előtető meg lett újítva, a bejárati ajtó teljesen új, tehát azokat a felújításokat. Közel 30 millió forint értékben elvégeztük, amik a legfontosabbak voltak. Van még néhány apróság oda bent, amit még ki kell javítani, de azt gondolom, hogy most már kulturált körülmények között tudnak dolgozni itt a házi orvosok, és azok a betegek is talán egy picit nagyobb örömmel jönnek, akik korábban is használták ezt az épületet. A beruházást a Kispest Kft. Koordinálta. Ebben a rendelőben homlokzati hőszigetelés készült, valamint a homlokzati portáloknak a cseréje, aminek az a sikere, hogy a távfűtést lejjebb lehetett, távfűtési hőenergiát csökkenteni lehetett körülbelül 30%-kal. Ezen kívül a két előtető, ami a bejáratok előtt van beázott, annak a cseréje készült el. Az elmúlt években folyamatos az egészségfejlesztés a kerületben, elkészült az egynapos sebészet a Kispesti Egészségügyi Intézetben, megújult a szemészet, valamint a Madách utcai gyermekfogászat is. Véradást tartanak május 20-án a Kispesti Civilházban a templom téren. Az önkénteseket reggel 8 órától délután 3-ig várják. Vért az adhat, aki egészséges, elmúlt 18 éves és még nem töltötte be a 65. életévét. A nők évente 4-szer, a férfiak 5-ször adhatnak vért. A két véradás között legalább 8 hétnek kell eltelnie. Az önkéntesektől személyigazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát és véradóigazolványt kérnek. A Kispesti Véradók Egyesületének május 20-ai véradását támogatja Kispest önkormányzata is. 10 fővárosi iskolából 106-an vettek részt a 11-18 éves diákok TTX bajnokságán a Gábor iskolában.
A TTX az asztali tenisz egy szabadidős formája. Arra szolgál, hogy az emberek kedvet kapjanak a pingponghoz, a játék a lehető legegyszerűbb szabályok mentén élvezetes legyen, és elvezessen a mozgás szeretetéhez, az egészséghez. Játszd, ahogy akarod. Ez az elve a néhány évvel ezelőtt létrehozott asztali tenisz új változatának, a TTX-nek. Itt is vannak persze szabályok, de nagyon sok téren szabadabb, mint az eredeti játék. 10 fővárosi iskolából 106-an vettek részt a Gábor iskolában rendezett TTX bajnokságon. Alapvetően országos szinten is az egyetlen olyan iskola a miénk, ahol 1-től 8. osztályig tanrendbe építetten asztali tenisz tagozat működik. A sportot mindenképpen fontosnak tartjuk, mint nevelőerőt, és tapasztaljuk is a pozitív hatását. Nyilván akkor tud igazán eredményeket elérni az iskola is, ha mi is mögé tesszük mindenféle módon a segítségünket. Tehát nem csak elvárjuk a sporttól, hogy a segítsen nekünk a gyerekek nevelésében, hanem visszafelé mi is igyekszünk mindenben segíteni. Ez egy új sportág, amin alapvetően az asztali teniszre épít, de egy kicsit más, más ütővel, picit más labdával, kicsit más szabályokkal, sokkal inkább szabadidősport, mint versenysport, és nálunk az asztali tenisz tagozatnak sem az a célja, hogy élsportolókat neveljünk, hanem sportoló embereket neveljünk. Ezért maga már az ötlet is nagyon tetszett, és valóban megtiszteltetésnek érezzük azt, hogy az egész országban egyetlen diák verseny zajlik ebben az egyébként Olasz Szövetség által szervezett projektben, és az a mi iskolánkban lehet, itt történhet meg. És én nagyon remélem, hogy az a díj, amit ugyancsak egy valaki nyerhet el, és nem egyszerű, mert itt 11 éves kortól 18 éves korig egybe versenyeznek, tehát nincsenek korosztályok, de azért nagyon remélem, hogy valamelyik ügyes, gáboros, pingpongos fogja megszerezni ezt a lehetőséget, hogy elutazzon Rómába. És egyébként fontosnak gondolom mindentől függetlenül pont a helyzetünk, tehát az asztali tenisz tagozat miatt a Magyar Asztali Tenisz Szövetséggel való lehetőség szerinti folyamatos együttműködés. Ez a megmérettetés egy válogató. Aki nyer, Olaszországba mehet ki a delegációval. Ez a TTX, ez az asztali tenisz sportágnak egy kicsit a szabadidős lát, hogy ugye minden sportág lényegében arra törekszik, hogy a különböző módon minél inkább be tudjon vonni tömegeket a sportágba. Ez egy szórakoztató fajta. Egyébként a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség is pár évvel ezelőtt ezt az elképzelést már megvalósította, vagy elindította, és most az Olasz Szövetség az Erasmus pályázat keretében úgy néz ki, meg is valósítja, és ebben a részesei vagyunk. Abban a szempontból mindenképp más, hogy alapvetően ugye nem az a számolási szabály van, a kétperces játék van, be lehet duplázást is mondani, úgyhogy itt az önkénteseknek és a lebonyolítóknak is, Laci bácsiéknek is nagyon nagy feladata lesz, hogy a szabályok mentén, a TTX szabályok mentén ezt a nagyon-nagyon szép sportolói létszám, a gyerek létszámot le lehessen koordinálni. Az Olasz Szövetség elképzelései szerint egész Európában meg fog honosodni ez a sportág. Jobban szeretik majd az emberek, mint magát a pingpongot, mert nagyobb szabadságot ad a szabad térrel és az olcsó eszközökkel. Ez nem arra szolgál, hogy élversenyzőket neveljenek ki. Alapvetően arra szolgál, hogy kedvet kapjanak a pingponghoz az emberek, lehető legegyszerűbb szabályok mentén élvezetes legyen, és az élvezeten és a sportoláson keresztül elvezessen az egészséghez. Ez a cél. A megvalósítása pedig az, hogy nagyon olcsó, hozzáférhető eszközökkel lehet játszani. Igaz, hogy a hozzáférés ebben a pillanatban Európában korlátozott, de egyébként valóban olcsó, mert borítás nélküli faütőkkel játsszák. Pingpong asztalon, de elvileg bármilyen asztalon lehet játszani. A labda egy kicsit nehezebb és nagyobb, ezért szabadtéren is lehet játszani. Van néhány speciális szabály, ami az élvezetet növeli, hogy ha nem ér bele a labdába, akkor duplát ér, ha bekiabálja, hogy duplázás, akkor még duplát ér, tehát akár 4 pontot is lehet egyszerre szerezni.
ez azt mondják, és majd itt a nyilatkozók nyilatkoznak róla, hogy növeli az élvezetet. Az önkormányzat hosszú évek óta támogatja a kispesti sportegyesületeket, köztük a kispestese asztali tenisz szakosztályát. Idén is ez az egyesület komoly támogatást kap a működéshez, a versenyzők felkészítéséhez, a táboroztatása, az edzőtáborokat létesítenek. Itt nagyon aktív ez az egyesület, tehát messze kiemelkedik Kispesten, és hát komoly létszámmal bír, tehát az körbe kell nézni, tehát azért ez egy jelentős egyesület. A versenyt a Magyar Asztali Tenisz Szövetség rendezte, az Olasz Asztali Tenisz Szövetség és az Erasmus Plus program támogatásával. Magazin műsorunkkal folytatjuk. Erdély közeli táj, ahova mindig visszatér az, aki egyszer már járt ott. Radis Tamás túravezető világjáró sorozatában az erdélyi Szigethegységbe vitte el legutóbb a látogatókat. Mint mondta, Erdély nem okoz csalódást, akár a történelemhez, akár a népi kultúrához, akár a természethez kíván valaki közelebb kerülni odautazása alkalmával. Erdély. Egy több mint 100 000 négyzetkilométernyi közép-európai tájegység a Kárpát-medence keleti részén Romániában. Nekünk magyaroknak ennél persze sokkal több, hiszen Erdély régen a Magyar Királysághoz tartozott, később pedig közel másfél évszázadig Erdélyi Fejedelemség néven magyar fejedelmek önálló államaként működött. A 17. század végétől a Habsburg Birodalom tartománya volt nagyfokú autonómiát élvezve, a kiegyezés után pedig az osztrák-magyar monarchián belül újra Magyarország szerves részét képezte. Erdély megdobantja a magyar turista szívét, mert aki oda megy, kicsit hazamegy. Erdélyben minden megtalálható kicsiben, ami a világban nagyban is előfordul. Egyrészt nyilván van ugye egy történelmi vonatkozás, ami hozzánk nagyon sok szállal fűződik, élesen mind a mai napig is. És emellett a földnek egy olyan szeglete Erdély a mai napig, ahol amellett, hogy nagyon mozaikosan élnek egymás mellett különböző népek, különböző kultúrájú népek, emellett egy hihetetlen történelmi múlttal, épített örökséggel rendelkezik a természeti látnivalói szempontjából, meg abszolút unikális, és picit ilyen igaznak érzem, nem műnek, mint amit mondjuk nagyon sok helyen megél az ember. Tehát értem úgy, hogy például elmegyünk Svájcba, és annyira műtőasztal steril minden, a természettel kapcsolatosan is hasonló érzéseim voltak ott, itt meg valahogy mégis van benne valami kis tökéletlenség, ami miatt közelebb érzem magamhoz ezt az egész régiót, és akikkel eddig voltam Erdélybe, vagy akiket esetleg én vittem oda eddig, ők mindig így visszautaltak arra, hogy ők is éreznek ott valamilyen kis ilyen vibrálásszerűséget, és lenyűgözte őket. Tágabb értelemben Erdély Románia egész nyugati részét jelenti, 16 megye összességét. Ez a terület magában foglalja Belső Erdélyt, a Parciumot és a Bánság keleti nagyobb részét. Szükkebb értelemben Erdély a történelmi, vagyis Belső Erdély, amely az egykori Magyar Királyságon belül bizonyos önállósággal rendelkezett. Belső Erdély keleti felén található Székelyföld, ahol a legnagyobb ma a magyarok aránya Romániában. Illetve itt található utazásunk célpontja is a Szigethegység. Nagyváradot a második bécsi döntésnél visszacsatolták, Belényes nem, és Biharnak a központja az tulajdonképpen akkor Belényes volt. Arad, Déva, Gyula, Fehérvár, ezek nem kerültek vissza. Itt mai napig is a román lakosság jelentősen növekedett, még például Nagyvárad, Kolozsvár esetében azért ott még szép számmal jelen vagyunk. Románia is a maga útján azért fejlődik. Erdély az egy gazdagabb régió, mint a havasalföldi részek, vagy a moldovai részek, tehát a Kárpátokon túli területeknél legalábbis épített örökségben biztosan. Amiben változásokat látok, az mindenféleképpen például az úthálózat. Az tényleg fejlődik, picit lassabban, de jó minőségi főutak vannak. Az autópályák is szépen lassan épülnek Erdély területén. Magyarországgal egyre több határátkelőt, akár gyorsforgalmi út hálózatban is szereplő határátkelőket nyitunk meg. Most jelenleg autópályán két helyen lehet átvenni
Erdély területére, ugye lent Arad környékén, tehát ez a Nagylaki határátkelőnél, illetve Nagyvárad nál, de még kettő új autópálya kapcsolatot is fog kapni az elkövetkezendő években, a Partium, amely kapcsán Erdély könnyebben megközelíthető lesz. Nem tudom, hogy ki járt ezeken a helyeken, és mennyire ismerik a Nagyvárad-Dévát összekötő legendás útvonalat. A mai napig nem fejezték be, ilyen kavicsos makadám úton is kell menni, és főútként van jelölve, zseniális. Évek óta csinálják, ez, amióta 15 éve járom Erdélyt, akkor kezdték, és még ma se fejezték be. Úgyhogy ez egy ilyen izgalmas hely, vagy pedig ugye itt a környéken, vagy itt a déli részeken, főleg ez az Arad vidéke, honnan meg lehet közelíteni. Csinálnak egy utat a Biharra, Kolozsvár Bánfi-Hunyadtól fel a Pádisi Szerpentinig. Remélem, hogy soha nem fog elkészülni, mert akkor a Bihar a mai formájában, ahogy még létezik, de így is sokat változott a 15 év alatt, hát még a 1800-as évektől nézve, akkor biztos, hogy a varázsában nagyon sokat fog veszíteni sajnos. Egyelőre a varázsának a kulcsa az az, hogy a Romániából kelet-Erdélyben lakók, meg dél-észak-Erdélyben lakók nehezen tudják megközelíteni, ezért jelentősen inkább magyarok járják még a mai napig is ezt a vidéket. Radics Tamás 15 éve vezet csoportokat Erdélybe, azt állítja, a látványtól minden alkalommal eláll a lélegzete, amikor a Bihar kapujához ér. Medvével sajnos eddig még sose találkozott. Erdélyről azt lehet tudni, hogy nagyon jelentős medve populációval rendelkezik, de ezek a medvék, azok például Székelyföld területére, a Déli Kárpátok területére korlátozódnak. Az Erdély-Szigethegységben is van, nyomukkal folyamatosan lehet találkozni, de annyira kerülik az embert, hogy még a 20 éve fent legeltető juhászok, csobánok közül is nagyon kevesen láttak, vagy egyáltalán nem láttak medvét, például a Bihar-hegységben. Farkasok szintén előfordulnak, de azokat még ritkábban lehet észrevenni, mint a medvéket. A számokat is nagyjából onnan lehet tudni, hogy amikor leesik az első hó, ami még elolvad, akkor a nemzeti parkosok vagy a természetőrök kimennek és megnézik a hóba, hogy hány lábnyom van, és próbálnak következtetni. Amire viszont van esély, hogy például találkozzunk például hiúzzal. A hegység közepén helyezkedik el a Belényesi medence, és ahogy megyünk a Bihar irányába, jobbra nézve a királyerdőnek az utolsó kis nyúlványát látjuk meg, itt a medencéből kiemelkedve, ezt úgy hívják, hogy pontoskő. Itt a fekete körös folyik el a pontoskő előtt, és a borzi szoroson keresztül folyik ki, aztán a körös folyik ki a Nagyalföld irányába, és ide nem vezetnek turista utak, a régi magyar irodalmak megemlítik ezt a kis hegyet, viszont páratlan kilátást nyílik róla. Ez egy magánterület, picit ilyen toszkán feeling az egész ezekkel a szép nyárfákkal, meg ezekkel a aranyos kis itt legelésző bocikkal. Mi ide szépen felszoktunk menni, és innen a tájat, itt a fekete körös, a pontos kő előtt halad el szépen, és a tájat azt így meg szoktam mutogatni, hogyha erre járok a barátokkal, és van egy kis időm, mert abszolút magáért beszél. Szóval most a pontos kő csúcsáról nézünk ki, itt van a Belényesi medencénk, itt van Városfenes település, ez a mai napig egy inkább magyar lakta település, és ez a kék, ez egy fafeldolgozó üzemnek az épülete, a Béli-hegység, nek a vonulatai húzódnak itt, a király erdőből készül a felvétel, és itt hátul a Nagybihar vonulata után meg az Erdélyi Érchegység húzódik. Szóval erről a pontról azért elég jó kis kilátás van, és itt van nekünk a központi városkánk, amit Belényesnek neveznek. Tamás előadásai mozaikosak, akárcsak az általa ismertetett országok. Mint mindig, most is bemutatott helyi embereket, érdekes látnivalókat, és persze olyan ételeket, amelyeket nem szabad kihagyni. A Glavoj réten készítik a világ legfinomabb lángosát, helyi lisztből, mármint ott a Körösvölgyében megtermelt búzának a lisztjéből, helyi sajtokat, úgynevezett brünzát használnak hozzá, helyi tejföld, és az nagyon-nagyon finom.
az egy ilyen non plus ultra dolog, tehát oda megyünk, azt mindig eszünk, meg persze gombalevest helyi gombákból. Ezek a Biharecsében rengeteg gomba található, és amikor szezonja van, akkor Magyarország területéről is a határhoz közeli városokból, Békés Csaba, Szeged, Makó, Gyula, Debrecen mennek és gombásznak az emberek. Szóval ez egy menü, ha elmegyünk a Glavoritre például, hogy egy jó gombalevest és egy jó lángost kell lenni. Ezen a jó tanácson kívül az is elhangzott, hogy a Szigethegységbe indulás előtt érdemes tájékozódni az időjárásról, a turista útvonalakról és a jó szálláshelyekről. Ha csak nem sátrazni tervezünk, mert arra fele azt is lehet legálisan. Menni pedig nem csak azért érdemes a Szigethegységbe, mert közel van, mert magas hegység és mert lenyűgöző szépségű, hanem azért is, mert az amúgy is változatos Kárpát-medence páratlanul változatos része. Az együttműködés, az itt élőkkel való folyamatos és hatékony kommunikáció és a prevenció fontosságát hangsúlyozta a jövőbeni tervekkel a kerületi rendőrkapitányság munkájával kapcsolatban Kispest rendőrkapitánya. Krammer György Zsolt ezredes, aki néhány hónapja vette át a kapitányság vezetését, beszélt az internetes bűnözés elleni helyi lépések lehetőségeiről és a közterületi jelenlét fontosságáról is. Vendégünk a stúdióban Krammer György Zsolt ezredes, a kerületi kapitányság vezetője. Jó napot kívánok! Kezdet csak. Az elmúlt év második felében vett át a kapitányságot Flank Robert úrtól, aki 12 évig vezette itt a kerületi rendőrséget. Hogyan értékeli az elmúlt éveket, és mire tud építkezni, mire szeretne építkezni a következő időszakban? Egyrészt arra, amit kaptam Flank úrtól, az teljesen jó, eredményes. Tehát nyilván dolgoztam is itt 23 évvel ezelőtt, illetve Dépesten lakom, tehát én nagyon sokat járok ebbe a kerületbe, ettől függetlenül, illetve ezt megelőzően is, hogy főkapitány úr döntés alapján ide kerültem. Akkor itthon van? Gyakorlatilag itthon vagyok, így van, itthon vagyok jó pár olyan kollégámmal, akivel még annó dolgoztam, még amikor nyomozó voltam. Az alapok nagyon jók, én úgy gondolom, hogy Kispest a régió legbiztonságosabb kerülete. Ez nem jelenti azt, hogy mentesek vagyunk a bűncselekményektől, de azt mindenképpen, hogy erre lehet építeni a jövőnek a munkáját, és én nem mondok le arról, hogy Budapest egyik legbiztonságosabb kerületeként tudja minősíteni pár év múlva Kispestet. Amire, ahogy mondtam, az alapok nagyon jók. Jó az állomány, elhivatottak az a kollégáim, úgyhogy szerintem minden adott ahhoz, hogy eredményesek legyünk továbbra is. Stabil egyébként az állomány? Tehát ugye lehet, hogy a fluktuációról itt mennyire lehet azt mondani, hogy nagyjából megvan a szakmai háttér, vagy teljesen megvan a szakmai háttér, és stabil az állomány? A szakmai háttér teljesen megvan. Tehát hála Istennek nagyon sok idős kollégánk van, a fiatalok elhivatottak, nagyon sokan itt laknak a kerületben, vagy pedig a régióban. Tehát így személyesen is érintettek abba, hogy ahol dolgoznak, ott rend legyen, és ennek megfelelően végzik a szolgálatokat. Említett, hogy az egyik legbiztonságosabb kerület Kispest Budapesten, a fővárosban, de azt is mondta, hogy nyilván ezt meg kell erősíteni. Melyek azok a területek mégis, ahol lehetnek gondok, ahol az emberek akár jönnek-mennek kerületszerte, és érezhetnek, láthatnak olyasmit, amire ők azt mondják, hogy ez esetleg nem elég biztonságos. Ugye a biztonsági érzet az egy nagyon fontos dolog, itt jó azért az emberek biztonságérzete. Mi az, ahol mégis lehetnek olyan területek, esetleg kerületi részek, ahol van szükség még beavatkozásra a munkára? Tehát olyan beavatkozásra, ami ilyen azonnalos, és mondjuk tűzoltó jellegű, olyan nincsen. Egységes a kerület abban a szempontból, hogy nincsenek olyan fertőzött gócpontok, ahova adott esetben bűnözés összpontosulna. Természetesen azok a helyek, a közlekedési csomópontok, olyan üzletközpontok, ahol jellegüknél fogva lényegesen több a jogsértés, azt a kollégáim minden nap kezelik. De hogyha a kerület egészét nézem, akkor nem tudnám azt mondani, hogy most teszem azt, bármely kerület rész az fertőzöttebb lenne. Én úgy gondolom, a Kossuth térnél néha voltak problémák, vagy az Atatürk térnél, vagy akár tényleg, amit említett, a közlekedési csomópont a Kökinél, mégsem tartja annyira kirívónak. Hát én elsősorban a bűncselekmények elkövetésében venném alapul abban, hogy a fertőzöttséget nézem. Nyilván vannak olyan jellegű tendenciák mindenhol látható, ami a lakosokat zavarhatja. Én úgy gondolom, hogy ott, amikor a rendőrségnek be kell avatkoznia, azt meg is csinálja.
de olyan fertőzöttséget, amire klasszikusan azt lehet mondani, hogy az egy bűncselekményi szempontból fertőzött terület, nem tudnék meghatározni. Most azt mondta, hogy aktív beavatkozásra jelenleg nincs szükség, mégis gondolom azért vannak tervei a következő időszakra, 2023-ra, vagy akár a következő évekre. Mi az, ami a következő lépés lesz, vagy melyek a következő lépések lesznek? Mint ahogy említettem, azok az alapok, amiket plánkezedes úr hagyott, azok nagyon stabilak, arra lehet építkezni. Én úgy gondolom, hogy amit én nagyon fontosnak tartok a kommunikáció a lakossággal, a kommunikáció az együttműködőkkel, illetve az együttműködésnek azon területeinek a fejlesztése, ami látható a lakosok részére, tehát a közterületen. Hogy mire gondolok, elsősorban a polgárőrségnek az aktívabb bevonására, a közterületfelügyelet, illetve a térfigyelő rendszer lehetőségeinek a még jobban kihasználására. És én minden lakost arra ösztönzök, hogyha bármiféle jogsértés lehet, akkor a 112-n keresztül értesítse a rendőrséget, hogy akkor tudjunk reagálni, hogyha szükség van. Tehát egy későbbiekben megírt levél, az is egyfajta támpont a munkánk végzésében, de nagy segítség nem, hogyha egy adott helyen adott problémát, adott esetben bűncselekményt vagy szabásértést észlelünk. A kerület folyamatosan fejlesztette a kamerarendszert, van is egy központ, ahol ugye rendészeti központnak van egy olyan épület, ahol ugye ezt folyamatosan monitorozzák. Ebben lesz valami változás, ahogyan ebben együttműködnek akár a rendészeti központtal, akár a közterületfelügyelettel, akár a polgárőrséggel, tehát valami érezhető változás az emberek számára? Hát az érezhető változás az talán én úgy gondolom, hogy egy év alatt érünk vissza rá, hogy a bűncselekmény szám az csökkent vagy nőtt. Nyilván ebben a rendészeti területen dolgozóknak nagy felelősségük van, de nem kizárólag a rendőrségen múlik, hogy mennyi bűncselekmény történik. Én azt szeretném előtérbe helyezni a közterületfelügyelet vonatkozásába, és egyébként a térfigyelő központban kollégáim is látnak el szolgálatot, hogy minél hamarabb lehessen reagálni egy olyan szituációra, amit ők ott észlelnek. És erre most úgy gondolom, hogy az önkormányzattal egy előre leadott meg állapodás van kilátásba, hogy még több rendőr tudjon lenni az utcán. Tehát akkor folyamatos az együttműködés az önkormányzattal? Kiváló, igen. És ez azt jelenti, hogy a közterületi jelenlétben ez látszani fog? Igen, és ez összefügg azzal, amit tetszett kérdezni, hogy a lakosság szubjektív biztonsági érzete. Mert nyilvánvalóan, amit én az elején említettem, hogy tehát egy olyan idilli állapotot nem... Attól még azért messze vagyunk, hogy semmiféle jogsértés nem történik a kerületben. Nyilván. Tehát, hogyha egyetlen egy betörés is történik, akkor akinek a sérelmére az megvalósul, az nem lesz megelégedve a közbiztonsága. De hát nekünk egy rendszert kell nézni, és leginkább egy éves szinten. Tehát mindenképpen a kiemelt bűncselekmény számok csökkentését céloztam meg, de mondom, ez nagyon sok összetevős, tehát az együttműködők, de ehhez kell a lakosság is, hogy például a saját értékeit megpróbálja egy kicsit úgy védeni, hogy tehát többet jobban odafigyelve. Tehát neki is aktívnak kell lenni, tehát úgy be kell gondolom, zárni a kapuját, esetleg riasztót kell felszerelni, és ha bármit igen, ez nagyon összetett, tehát olyan értékeket nem biztos, hogy érdemes otthon tartani, amit néha találkozunk vele, hogy otthon tartanak. Egyébként egy pár ezer forint a zárral védve azt, tehát ez egy nagyon alap szituációt mondtam. És be kell zárni az autót is, meg az ajtót is, így van. Tehát egy picit felelősebbnek kell lenni saját magunknak és a dolgainkért, tehát az együttműködés így valósulhat, így meg egy kicsit tudatosabb a saját dolgaink védelme is. Így van. Van még egy terület, ugye az utca mellett az internet világa, ugye egy teljesen más térben helyeződött át az életünk, neked nagy része, most ezt lehet mondani, hogy jó vagy nem, neki maga ítéli meg, ugyanakkor a bűnözők is megtalálták ezt a területet, és nagyon kiszolgáltatottak lettek elsősorban az idősek, de akár a hétköznapi emberek, vagy gyerekek. Helyi szinten hogyan lehet ezt kezelni, hogyan lehet segíteni abban, hogy mondjuk kevésbé essenek internetes csalók áldozatául azok, akik itt élnek, itt laknak, felvilágosító programok, prevenció, meg bármi ilyesmi. Most ide a stúdióba a rendőrkapitányságról érkeztem úgy, hogy az egyik kerületi iskola 5. osztályos tanulójának tartottunk a munkatársammal előadást és a felkérés alapján az internet veszélyeiről. Azért erőre kell bocsátani, hogy az internetes és az internet felhasználással elkövetett bűncselekményekre nincsenek kerülethatárok. De nincsenek megyehatárok, meg országhatárok sincsenek. Tehát
Alapvetően én és tisztában vagyok vele, hogy egyre inkább megyünk el mind a mindennapi életben olyan irányba, ami elengedhetetlen az, hogy az online térben mozogjunk. De az embereknek, a felhasználóknak a legnagyobb része nincs felkészülve arra, hogy ott milyen veszély leselkedik rá. Tehát megveszik a számítógépet, laptopot, okostelefont, és akkor elkezdik nyomkodni. És mindenre. Úgyhogy semmiféle felvilágosításon, edukáción nem estek át, hogy mire kellene nekik odafigyelni. Ezt a területet mindenképpen szeretném megerősíteni, legalább itt a rendőrkapitányság részéről, felhasználva akár ezt a felületet is, a televíziót, a kerületi írott sajtot, online tereket, ahol fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy mit ne tegyenek semmiképpen, illetve mire figyeljenek oda. Azt tudni kell, hogy az online tér az végtelen. Tehát még a mindennapi életünkben ugye vannak falak, vannak utcák, vannak ajtók, az online térben nincsenek, az teljesen végtelen. És egy teljesen más bűnözői struktúra van ott jelen. De olyan szakemberekkel, akik itt a helyi közösségeket, akár ugye televízión keresztül, vagy az újságon keresztül, vagy akár tényleg személyes megjelenéssel tudják segíteni, tájékoztatni, ott azért lehet akkor helyben is segíteni. Ezt tesszük már, tehát ezt már hónapok óta tesszük, és ezt szeretném erősíteni. És azt szeretném, hogy a minél több emberhez egyrészt eljutna ez, de nem csak eljutna, hanem meg is illelnék az ott elmondottakat. Tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogyha valaki nekiáll az online térbe, működni, akkor legalább az a legalapvetőbb, tehát az elején legalább a legalapvetőbb veszélyekre legyenek felkészülve. Az online térből zárásként térünk vissza újra a kerületi utcákra és terekre. Még pár hét, mondjuk két hónap nagyjából, és nyári szünet lesz. Akkor kiemelten kell figyelni a szülőkre, a gyerekekre. Mi az, amit ilyenkor szoktak tudni tanácsolni, javasolni? Mi az, amire a rendőrség kiemelten figyel egy ilyen hosszú szünidő kapcsán? Én elsősorban abban látnék egyfajta megfejtést, hogy főleg a legkisebb korosztály az úgy el legyen foglalva, tehát valamilyen felügyelet alatt legyen, ami legyen az család, legyen tábor, legyen sportfoglalkozás, amikor nem csak azzal vannak elfoglalva, hogy például folyamatosan az online térbe szörföznek, hogy például csellengenek, de a kollégáim most már hosszú évtizedek óta a nyári időszakban erre különös figyelemmel tekintenek, tehát ugye megvannak azok a csoportképzőhelyek, megint a tömegközlekedésre ráépülve plázáknál, ahol jobban előfordulnak, tehát ott ilyenkor lényegesen célirányosabban ellenőrizzük a területeket, de azt nem merném elmondani, hogy nem gondolnám, hogy ott a sérelmükre ezáltal több bűncselekményt követnek el. És ezzel kapcsolatban továbbra is azt szeretném kérni, főleg a szülőktől, hogy ha bármi történik, vagy úgy gondolják, hogy történik, akkor azonnal szóljanak a rendőrségnek. Az utcákat, tereket pedig felügyeljük. Köszönöm szépen, hogy itt volt velem. Köszönöm. Ahogy nő az internetezők száma, úgy szaporodnak az online térben elkövetett bűncselekmények is. A pandémia alatt bevezetett online oktatás miatt például a gyerekek is egyre többet használják a számítógépet. Mit tehet egy szülő, hogy gyermeke tudatosan internetezzen, és hogyan ügyeljen az adatvédelemre? Erről tartott előadást Juhász Bakos Anikó rendőrfőhadnagy, a 19. kerületi rendőrkapitányság főnyomozója a KMO-ban a Szülők Akadémiáján. A Szülők Akadémiája című programsorozat keretében legutóbb Juhász Bakos Anikó rendőrfőhadnagy, főnyomozó arról tartott előadást, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a mai szülőknek, ha szeretnék megvédeni csemetéjüket a digitális világ veszélyeitől. Akárhogy nézzük is, az internetnek nincsen meg az a törvényi háttere, ami akár a használatát, akár bármilyen olyan dolgot szabályozna, ami az internettel kapcsolatos. De ugyanez igaz ugye a társadalmi keretekre is. Az sincs szabályozva. Gondoljunk csak arra esetleg, hogy akárhogy nézzük is a mobiltelefon, amikor bejött ugye az életünkbe. Senki nem mondta azt, hogy hogyan jön be az etiketbe, akár az asztalnál való mobiltelefonozás. Ugye nagyon sok helyen most már meg is tiltják
esetleg, hogy az asztalnál mobiltelefonozzon az ember. De egyébként mit csinálna a mobiltelefonnal? Internetezne. A veszély sajnos minden korosztály számára valós, hiszen internetet használnak már az óvodáskorú gyerekek is, ha például mesét szeretnének nézni a YouTube-on. Az előadáson szó volt a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenkiről. A felnőttek leginkább, akárhogy nézzük is, a legtöbbször előforduló az az internetes csalás. Akár ennek elég sok formája van a mai világban, akár gondolunk az elhíresült OTP-s csalásokra, vagy akár mostanában a Netflix csalások, amik nagyon-nagyon működnek. A gyerekekre viszont azt lehet elmondani, hogy inkább a szexuális indítatású elkövetők vannak túlsúlyban sajnos. Hogy lehet erre felkészülni, hiszen azok, akiknek a célcsövébe kerülnek az áldozatok, nyilván felkészültek, körültekintőek, kipróbált módszereik vannak, szóval hogy lehet erre nekünk felkészülnünk? Hát én a szülőknek mindig is azt javaslom, beszélgessenek a gyerekkel. Tehát a kommunikáció a legeslegfontosabb, beszélgetni. Az kell, hogy a gyerek bízzon annyira a szülőben, hogy hozzáforduljon legelőször, hogyha bármi történik. Bármi olyat tapasztal, ami nem megszokott. Tehát akár csak egy olyan videó ugrik föl, amire azt mondja, hogy én ezt nem akarom látni, és akkor azonnal szól a szülőnek, hogy nézd, anya vagy apa, ez egy olyan tartalom, ami nem nekem való, és akkor a szülő tud intézkedni esetleg. A bizalmat és az otthoni szabályrend kiépítését érdemes minél hamarabb elkezdeni. Ha kiskorban elkezdjük, és beépül az életükbe az, hogy nekik ez egyfajta ugyanolyan határ, mint mondjuk az, hogy 8 órakor már pedig elmegyünk fürdeni, tehát ugyanúgy beépül a mindennapi rutinjukba az, hogy a szülőnek felügyeleti joga van afölött, hogy ő mit csinál az interneten, akkor ez a későbbiekben sem fog neki gondot okozni, hogy ő ennyire be van korlátozva. Lehet, hogy a barátai ugye szekálni fogják, hogy jaj, mert te nem csinálhatsz ezt, jaj, mert te nem csinálhatsz azt, de igazából, mivel ez az ő értékrendjébe beépül, ezért nem fog ellene lázadni. A technikai megoldások, akár csak az otthonunk védelmében, jelentik az első lépcsőt. Gondoskodni kell arról, hogy az otthoni számítógép és a hálózat is biztonságos legyen. Érdemes például a felhasználói fiókok felügyeletén beállítani, hogy a kritikus műveletekhez, például program letöltése, program telepítése, a felhasználó engedélyére legyen szükség. A legjobb zár és riasztó sem ér semmit, ha a tulajdonos átadja a kulcsot vagy a kódot, esetleg nyitva hagyja az ajtót és nem kapcsolja be a riasztót. A szülőknek érdemes betartani pár alapszabályt. Legyünk bizalmatlanok mindenkivel. Igazából ez furán hangzik, de a bizalmatlanság nagyon sokszor megmenti az ember. Bizalmatlannak kell lenni például egy hirdetés feladásakor, vagy akár egy olyan dolog közben, amikor mondjuk mi akarunk vásárolni. Akkor is bizalmatlannak kell lenni. Nem utalunk előre, nem mindenképpen megpróbáljuk a személyes átadás-átvételt preferálni, hogy találkozzunk azzal, hogy valóban létező személye az, aki a hirdetést feladta. Igazából az interneten általában ilyen csalások vannak, illetve ugye, ha valaki fölhív minket telefonon, hogy ettől és ettől a banktól beszélek, furcsa átutalás történt, azonnal azt mondani, jó, akkor felveszem a kapcsolatot a bankommal, viszont hallásra. Tehát bizalmatlannak kell lenni mindenképpen. Ez az első. Az, hogy mi a második, igazából körültekintőnek. Tehát ha már nem is bizalmatlanok vagyunk, de mégis úgy gondoljuk, hogy a bizalmatlanságunkat sikerült eltüntetni, vagy hát meggyőzött minket például az eladó arról, akkor viszont a körültekintés. Hova utalunk, milyen számlaszámra utalunk esetleg, hogyha tényleg azt választjuk, hogy megbízunk benne annyira, hogy előre utalunk. Mindenképpen kell kérnünk esetleg egy biztosítékot, ami azt mondja, hogy biztos, hogy megkapjuk azt a terméket, akár egyébként, hogy egy feladási bizonylat, egy bármi ilyesmi, és esetleg utána utaljunk, ha ő már feladta, mi még nem kaptuk meg, de az már bizonyítja azt, hogy ő tényleg fel akarta adni azt a terméket. Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyissuk meg, és soha ne adjunk meg jelszót, PIN-kódot e-mailben küldött kérésre. Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítványa rendelkező, tehát HTTPS előtt a oldalon adjunk meg. Feljelentés. Érdemes a feljelentést tenni? Milyen százalékos a felderítési arány? A százalékról sajnos nem tudok most mit mondani, de én mindenképpen azt javaslom, hogy feljelentést kell tenni, ugyanis minden eset más. Minden esetben más mondjuk a hangja annak, aki telefonált, más a telefonszám, amiről telefonált, viszont minden egyes apró információ segít abban, hogy az ügyeket fel tudjuk göngyölíteni. Igazából amint van egy-két hasonló dolog az ügyben, akkor mi azokat összevonjuk,
egyesítjük az ügyeket, és sokkal könnyebb úgy tovább nyomozni, hogy minél több információ morzsa áll rendelkezésünkre. Milyenek a pontos menete? Tehát ha valaki úgy érzi, hogy belecsapva, vagy áldozattá vált az internetes felületen, hova fordulhat, milyen információt kell mindenképpen tudnia? Van a rendőrségnek is már internetes oldala, ahol a feljelentést meg lehet tenni, ez az ügyintézés.polisz.hu, és itt pontosan ahhoz a kapitánysághoz fog kerülni az ügy, ahol ami az illetékes. A gyereknél is megvannak azok a veszélyek, amik egy felnőttnél. Ez a cyber megfélemlítés, tehát hogy pletykákat terjesztenek, hogy bármi olyasmit posztolnak, ami ránézve, tehát az ő nevében, és ránézve viszont kínos, vagy akár egyébként veszélyes is lehet. Úgyhogy ezekre kell még egyébként nagyon figyelni. Érdemes a közösségi oldalon nem nyilvános profilt használni, hogy személyes adatainkat és a megosztott tartalmakat csak az ismerőseink láthassák. Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profillal történő bejelentkezés során ellenőrizni kell, hogy az oldal vagy alkalmazás milyen személyes adathoz fér hozzá. Születésnap, e-mail cím, ismerősök köre, stb. Szükség esetén módosíthatjuk az elérhető információk körét. Egyes csalásoknál pont olyan oldalakra irányít, ami sajnos megtévesztően hasonlít ahhoz, amit megszoktunk. Na most ilyeneknél bármilyen kicsi eltérés is inkább gyanakvásra hagyjon okot. Tehát ha akár csak mi pötyögjük be egyébként, hogy melyik oldalra akarunk menni, és látszólag ahhoz, de ha már egy kicsit változik, akkor már gyanakodjunk, és inkább egy időre tegyük félre azt, amit kell, akár utalás, akár bármi ilyesmi. Általános jó tanács az is, hogy bármikor, befejezve a számítógépen való tevékenységünket, lépjünk ki, hogy akár gyermekünk, akár más illetéktelen ne folytathassa ott, ahol mi abba hagytuk. Érdemes jelszavunkat néha megváltoztatni, és nem mindenhol ugyanazt használni. Ez sokak számára nehéz, hiszen rengeteg jelszót kell már megjegyezni, de ha kitalálunk egy szisztémát, például egy állandó számsor plusz az aktuális felület kezdőbetűje, akkor sikerülhet megjegyezni őket. A tüdőgyulladás elleni oltás esetén 14.500 forinttal támogatja az önkormányzat a 65 év feletti kispestieket. A tüdőgyulladás elleni vakcina különösen az idősebbeknek lehet hasznos. Erre hívja fel a figyelmet dr. Nyírő Melinda tüdőgyógyász, felnőtt házi orvos is. 2019. júliusa óta rászorultsági alapon támogatásként biztosítja az önkormányzat 65 év feletti kispestieknek a tüdőgyulladás elleni védőoltást. Az idei márciusi testületi ülésen a képviselők több módosításról is döntöttek a települési támogatásról szóló rendeletben. A pneumokókusz oltás esetén 14.500 forinttal támogatja az önkormányzat az átoltottságot. A tüdőgyulladás többféle kórokozó okozhatja, például vírus és baktérium is. A baktériumok közül a leggyakoribb kórokozó a pneumokókusz, és a jó hír az, hogy létezik prevenció, tehát megelőzhető a pneumokókusz általi tüdőgyulladás az oltás felvételével. Gyakorlatilag az összes korosztálynak, felnőtt korosztálynak erősen ajánlott a pneumokókusz elleni védőoltás felvétele. Hogyha 65 év felettiekről van szó, felnőttekről, akiknek krónikus megbetegedése is van, abban szenvednek, akkor kimondható, illetve statisztikai adat, hogy gyakrabban fertőződhetnek meg tüdőgyulladásban, gyakrabban kerülnek kórházba, hiszen a betegség lefolyása is súlyosabb az ő esetükben, illetve a krónikus betegségük is rosszabbodhat a tüdőgyulladás következtében. A pneumokókusz által okozott tüdőgyulladás legnagyobb rizikófaktora az 50 plusz korosztály, valamilyen csökkent immunitással járó betegséggel, tette hozzá Nyírő Melinda. Így például a diabétesz, a kardiovaszkuláris betegségek, a COPD vagy immundefektusok, immunológiai betegségek. Nagyon fontos azt is leszögezni, hogy például olyanoknál, akik kardiovaszkuláris megbetegedésben szenvednek, őnáluk maga a tüdőgyulladás, a gyulladás maga az, ami a trombozis hajlamot fokozza, a trombozis kialakulását segítheti elő. Fontos a fiatal felnőttek számára is, hogy vegyék fel ezeket az oltásokat, illetve a pneumokokusz elleni védőoltást.
hiszen megállapították, hogy a felnőttek, akik átestek a COVID-fertőzésen, 30-50%-ban maradandó tüdőkárosodást szenvedtek. És a maradandó tüdőkárosodás viszont kaput nyit egyéb felső légúti fertőzésnek. Tehát szummázva, gyakorlatilag a felnőttek széles körében a prevenció, ami elérhető a pneumokokusz elleni védőoltás felvételével, nagyon ajánlott. Így például az Európai Kardiológus Társaság 2021 egyben külön megfontolandónak tartotta azt, hogyha valaki 50 éves, illetve immunbetegsége, vagy csökkent immunitással járó betegségben szenved, akkor a pneumokokusz elleni védőoltásnak a felvételét igen erősen ajánlotta, illetve megfontolandónak tartotta. Többféle protokoll van, az oltási sorrend is más, így érdemes a házi orvossal egyeztetni a pacienseknek, hangsúlyozta a tüdőgyógyász. Bővebb tájékoztatása támogatással kapcsolatban a Humán Szolgáltatási és Szociális Irodán kérhető a 061-347-4636-os telefonszámon. Továbbra is lehet jelentkezni gyerekek post-covid vizsgálatára. A Forrásházban működő gyermekmentálhigiénia szakrendelésen a COVID-fertőzésen átesett gyerekek tanulási képességvizsgálatát végzik el. A koronavírus fertőzés elmúlása után ugyanis a betegeknél szövődmények vagy post-covid tünetek alakulhatnak ki. A koronavírus fertőzés különböző hullámai a betegségtől való félelmen, a családtagok egészségén való aggodáson túl elsősorban az online oktatás nehézségei kapcsán viselték meg leginkább a családokat. A szülőket ugyanúgy, mint a gyerekeket. Ebből már eleve egy csomó minden fajta pszichés probléma is fakadt, szorongások, depressziós időszakok, emiatt nagyon sokan keresték fel a rendelésünket. Illetve hát egy újabb kihívás, amikor vissza kellett térni a jelenléti oktatásba, ez ismételten kihívást jelentett a gyerekeknek, hiszen kényelmesebb volt belehelyezkedni egy már otthoni környezetben, egy általában a szülő támogatása melletti tanulási helyzetbe, és hát nagyon sok gyereknél így jobb jegyek is születtek, de ez nem feltétlenül takarta a valódi tudást. Itt, amikor még vissza kellett menni az iskolába, akkor szembesültek azzal, hogy valóban most már ők lesznek megmérettetve, támogatás nélkül. Tehát ezekből a helyzetekből nagyon-nagyon sok szinte konfliktus fakadt. Ebben az utóbbi két évben nem csak a mi rendelésünkön, hanem lehetett hallani, hogy a pszichiátriai egyéb rendeléseken, kórházakban nagyon-nagyon sok gyerek érkezett. Sok esetben nem lehetett egyértelmű pszichés okokkal magyarázni egyes tüneteket, viselkedésformákat, ezért más úton kellett elindulni. A gyerekekkel kapcsolatban még valóban, ahogy mondta, még zajlanak azok a fajta kutatások vagy vizsgálatok az orvostudományban, hogy a COVID milyen hatással van rájuk. Először azt hitték, hogy semmilyen, hogy ők az a korosztály, aki ezt meg fogja így úszni mindenféle következmények nélkül, és aztán sajnos kiderült, hogy ez nem így van. Ezek a post-covidos tünetek jelentek meg, vagy hát sajnos a sok szervi megbetegedések, és amik hát fizikális hatásokkal bírnak. De itt a mi rendelésünkön találkoztunk olyan pácienssel is, akinek hasonló tünetei voltak, mint egy post-covidos szindrómával rendelkezőnek, viszont nem volt a fizikális tünet, tehát hogy nem volt bizonyíthatóan fizikális tünete. Tulajdonképpen innen indult ki az a fajta kezdeményezés, amit mi a mi rendelésünkön elindítottunk, gyerekek részére, tehát olyan gyerekeket várunk, akik átestek COVID megbetegedésen, hát ha igazoltan, ha csak így gyaníthatólag is, és ez a tanulásukban olyan módon jelentkezik, hogy észrevehetőleg nem tudják azt a teljesítmény, azt a szintet
hozni, amit korábban. Aki ilyen tüneteket tapasztal a gyermekénél, tehát mondjuk visszaesést a korábbi tanulmányi teljesítményben, fáradékonyságot, koncentrációs zavart, annak megfontolandó felkeresni valamilyen szakembert, például itt a Forrásházban. Most, amit mi ajánlani tudunk ezen a rendelésen, az egy teljes körű képességvizsgálat. A teljes körét azt jelenteni, hogy nem csak pedagógiai vizsgálat a része ennek, hanem egy intelligencia tesztet is felvennénk. Ez igazából egy kiindulási adatként szolgálna. A szülőkkel egy tünet listát töltetnénk ki. Ez a lista, ez egy a COVID okozta tünetek, illetve hát a COVID betegség ideje során vagy előtte jelentkező tünetekről szól. Ezt a listát itt folyamatosan bővíteni kellett, ahogy a COVID-19 újabb verziói, variációi megjelentek. Így a tüneteknek a listája is kibővült, és ezeket jelölnék meg a szülők. Ez megint csak egy adatbázist jelentene a számunkra. Ezeket összegyűjtenénk, és akár egy későbbi kutatás anyaga is lehetne olyan szempontból, hogy megvizsgálnánk, hogy a tünetek, illetve a korábban a betegség előtt vagy idején tapasztalható, vagy akár utána tapasztalható fizikális tünetek mennyiben játszanak közre a tanulásban jelentkező visszaeséssel. Tehát ez egy vizsgálati téma volna. De a szülőknek azon kívül, hogy itt egy ilyen csekkolás történne, és egy képességvizsgálat, fejlesztési javaslatokat is tennénk, tehát szükség esetén fejlesztési tervet is ajánlanánk, illetve lenne egy későbbi felülvizsgálat. Tehát nyomon lehetne követni, hogy egyes fejlesztések hatására milyen területeken értek el javulást a gyerekeknél, amiből általános következtetéseket is le lehet vonni később, ha több esetet tudnak vizsgálni. Szükség esetén a fejlesztésben is tudnak segíteni a szülőknek. A kereteinkhez képest tudunk fejlesztést is biztosítani, de ugyanakkor együttműködünk a kerületi pedagógiai szakszolgálattal, tehát hogy minden rászorulónak elérhető a segítség, ha nem is itt helyileg, akkor a pedagógiai szakszolgálat munkatársai által. Ez biztosítva lehet. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy ősz végén, télen nagyon sok kisgyermek betegedett meg. A tünetek akár hónapokkal, fél évvel később is jelentkezhetnek, úgyhogy érdemes folyamatosan figyelni a gyermekeket. A vizsgálatról érdeklődni a Forrásházban Sasné Szűcs Emese gyógypedagógusnál lehet a 203-1019-es telefonszámon. A Vártnál is többeket vonzott a 16. Vekerlei Garázsvásárfesztivál. A kétnapos rendezvényre több helyszínen, több árussal és színesebb kísérőprogramokkal várták a látogatókat. A legnagyobb fejlesztés talán mégis az esemény megújult internetes oldala jelenti, hiszen nem csak jelölve voltak a helyszínek az online térképen, de még útvonaltervezőt is igénybe vehettek a kincskeresők. Kit a kincskeresés, kit az alkudozás izgalma, kit a közösségi élet, kit pedig a friss levegő vonzott a 16. Vekerlei Garázsvásárfesztiválra. Minden esetre a Vártnál is sokkal többen, nem csak lokálpatrióták jöttek el a kétnapos rendezvényre, és szinte valamennyien kisebb, nagyobb, értékesebb, vagy éppen csak érdekesebb zsákmánnyal távoztak. Itt délelőtt azt lehetett látni, hogy folyamatosan jönnek, mennek az emberek, és többen is arról beszéltek, hogy egész Vekerlén hömpölyög a tömeg. És hogyha valakit útbaigazatást kért, hogy merre tovább, merre, akkor ha kérdeztük, hogy merről jött, akkor onnan jött, akkor mondta, hogy ott már járt, akkor itt megy tovább, vagy ha onnan jött, akkor ott már járt a szomszédba, akkor erre megy tovább. És folyamatos volt a tömeg. Én délelőtt kibemászkáltam, volt, hogy bent voltam egy kicsit, kijöttem, és mindig csak azt láttam, hogy csak kopnak az asztalról a dolgok, és egyre kevesebb van. Itt korábban 3 asztal volt délelőtt, és már ugye egyet már el is tüntettünk, mert eltűntek a cuccok róla. Egy helyen, egy kertben legalább 3 árus tevítette ki portékáját.
Az árusokat a szervezők számos szempont alapján csoportosították, így 66 helyszínen több mint 300-an várták a látogatókat. A kínálatban volt minden, amit csak el lehet képzelni, régi vagy új, de fölöslegessé vált használati tárgyak, játékok, könyvek, bútorok, felnőtt és gyerekruhák, iskolaszerek és minden más. Mi történik azokkal az árukkal, amik itt most nem kelnek el? Hát természetesen félretehetik a következő garázsvásárra, de egyébként biztosítunk lehetőséget arra, hogy jótékony célra felajánlják az árusok a megmaradt készletet, és két helyszínen szedjük össze, a charity adományboltokba visszük el egyébként ezeket, illetve viszi el a charity. Annyit kértek tőlünk, hogy most ruha nem legyen benne, hanem minden más az, amit gyűjtenek. És mi történik ezzel az adománnyal? Bekerülnek az adományboltokba. Ugye az adományboltok egyébként egyre népszerűbbek most már Magyarországon is, nem csak az vásárol ott, aki rászorul, hanem egészen sokan már fiatalok is elkezdtek ide járni, tehát értékesítik ők ezt tovább, és akkor jótékony célra megy, hogyha jól tudom, a bevétel. Van egy másik gyűjtésünk, oda pedig férfi ruhákat, cipőket, illetve gyerek ruhákat és cipőket várnak, mert ukrán menekülteknek, illetve a menekült szállónak is gyűjtünk. Nyilván a délelőtt meg a reggel az mindenképpen pörgős, mert mindenki gyorsan megindul, és próbál lecsapni azokra a dolgokra, hogy amit úgy gondol, hogy értékesebb, és vagy tart attól, hogy elviszik előle, amit esetleg. Ezek meg is történnek nyilván, ezek az események. És akkor van mindig egy hullámvölgy, ebédidő délután 1 óra, 2 óra, nyilván, és akkor utána már nem mindig szokott nagy mozgás lenni, de most én azt tapasztaltam, hogy még az utolsó pillanatokban is jöttek emberek, nézelődtek, és nem csak nézelődtek, hanem még vásároltak is. Szinte minden helyszínen volt lehetőség aprós ütemények kóstolására és vásárlására is, amelyeknek bevételét a Vonás utcai óvoda új csúszdájának beszerzésére fordítják majd. A vásárlások mellett egyébként számos kiegészítő program, sőt, vendéglátói kedvezmények, akciók is várták a látogatókat. Mind a két nap vannak workshopok. Vannak olyan workshopok, amik regisztrációhoz kötöttek. Ezek főleg játékkészítő workshop, meg van anyazóna, ilyen csoportos coaching, tudatos testtartás, és vannak olyan workshopok, amire nem kell előzetesen jelentkezni, hanem csak be lehet esni, és egy helyszínen lehet például ilyen kis fonalfigurákat készíteni, illetve holnap lesz ilyen cserépmozaik workshop is. A hagyománnyá vált rendezvény főszervezője Debreceni Zsuzsa mellett 3 fővel bővült a szervezői csapat is. Ennek köszönhetően a helyszínek között idén már nem csak papíralapú és online térkép, hanem Google Maps útvonal tervezői segítette Vekerle útvesztőjében a tájékozódást. Ami Sándorunk címmel tartott lírai zenés Petőfi megemlékezést a romák felzárkóztatásáért egyesület a Kámóban. A rendhagyó esemény alkalmat adott minden irodalomkedvelő érdeklődőnek arra, hogy láttassa a forradalmi lelkű poétát saját szemüvegén keresztül egy kiválasztott, hozott vers előadásával. Rendhagyó interaktív megemlékezést tartott a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület a Petőfi év alkalmából a KMU Művelődési Központ és Könyvtárban. Már a rendezvény címe is utalta nem szokványos megközelítésre. A mi Sándorunk. Nektek mit jelent az, hogy a mi Sándorunk? Az, hogy itt nem egy általános Petőfi kép, meg nem a szobor Petőfi, a mozdíthatatlan, a kicsit unalmas, tisztelt, de nincs közünk hozzá Petőfi, vagy hát kevés közünk van, hanem kinek-kinek a maga Petőfie, és hát mivel Petőfiről rengeteg szemszögből lehet beszélni, meg lehet őt sok mindenért szeretni különböző dolgokért, én nagyon sok mindenért szeretem őt, de most úgy gondoltuk, hogy miután rengeteg könyvet összeírtak Petőfi szerelméről, világnézetéről, vándorlásairól, mindenféléről, hát akkor most szóljon ez Petőfi és a cigányzenészek kapcsolatáról. Nagy Tibor hegedűn Gáspár Rudolf címbalmon adott elő jól ismert megzenésített Petőfi verseket, például a Falu végén kurta kocsma, vagy a Cserebogár sárga cserebogár címűeket.
A vendégeket Lósó Melinda, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület elnöke köszöntötte, akit nemrég Radnóti díjjal tüntetett ki a Radnóti Miklós Emlékbizottság és Irodalmi Társaság. A mini koncertet megelőzően Trencsényi Borbála, a klub délután főszervezője, az Egyesület meghatározó tagja, tankönyvíró tanár Petőfi Sándorról, a lázadó poétáról, a fiatal emberről mesélt. Volt idő fiatal koromban, amikor azt szeretem, hogy türelem, te birkák szamarak dicső erénye, téged tanuljalak meg, menj a pokol fenekére. Volt, amikor ezt szerettem. Most mit szeretek? Most azt szeretem, hogy vannak a hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földje van, hazugság szemtelen, hazugság, mint milliók cáfolnak meg, kik naphelyében étlen szomjan kétségbe esnek, vetengenek, ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt ül, foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden házablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Mondanám tovább is, mert az a legszemélyesebb része, hogy talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szelíd látcsókkal zárja le, stb. Stb. A Petőfi verse kétségkívül leglátványosabb előadását Albrecht Nikoltól hallhatta a közönség. Petőfi Sándor, falu végén kult a kocsma. Falu végén kult a kocsma, oda rúg ki a szamosra, meg is látná magát benne, ha az éj nem közeledne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihenekor kikötötték, benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos, munkálkodik a cimbalmos. A legények kúrjogatnak, szinte rendbeli az ablak. Kocsmárosni aranyvirág, ide a legjobbik borát. Vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá cigány, húzd rá jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncom a lelkemet. Eltáncom a pénzemet, kitáncom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefekült, aludni vágy. De bújjék az urádba, te pedig menj a pokolba! Húzd rá cigán csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben végadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám, beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények. Szalai Szilvia grafikus művész kiállítása látható május 25-ig a Vekerlei Kultúrházban. Akvarelljein a természet apró részleteit, szépségét, sokszínűségét mutatja be. A tárlat megnyitóján Leskó Deli Tercia népzenész, népi énekes adta elő a kiállítás címét is iklető népdalt, Indulj el egy úton. Szalai Szilvia, grafikus művész, Indulj el egy úton című kiállítását mutatja be az érdeklődőknek a Vekerlei Kultúrház. A tárlat címadó dalát Leskó Deli Tercia népzenész adta elő a megnyitón. A képek a természetről beszélnek, a színes, búja és vidám természetről, de komolyan. Rengeteget kirándulok, és ezeknek a picit ez a lecsapódása, inkább ezek az akvarellák, tehát hogy ez
egy dolog, hogy én mit látok, ugye a természetből fotózok, de ez még ugye átmegy rajtam, és ebből születnek az akvarellek. És azt szeretném, hogy azok, akik megnézik a kiállítást és a képeimet, valahogy ebből kapjanak egy kicsit, tehát egy más nézőpontot, az én nézőpontomat, de nyilván mindenkiben kialakul egy újabb kép, saját élményeivel, saját emlékeivel összekötve. Minden ember észrevétlenül dönt, szinte minden pillanatban arról, merre folytassa útját. A képek elindítják a látogatót, ki jobbra, ki balra, ki vissza, ki előre megy. Szilvia meghúzza a vonalat, ahogy azt kaligráfusként és számítógépes grafikusként is teszi munkája során. Csak itt a vonalakból pacák lesznek. Vízfoltok, hiszen ez az akvarell lényege. Amennyire a grafika egy nagyon pontos, tényleg én rengeteg realista rajzot készítettem, tehát hogy tényleg ha kell, bármit le tudok rajzolni tűpontosan, de itt nem erre van szükség, és kicsit egy ilyen önnevelés is, hogy egy másfajta lényeget lássak, és ezt nagyon élvezem benne. És hát színekkel dolgozom, ami megint egy új dolog számomra, hogy az akvarellnél ugye rétegeket helyez egymásra az ember, szinte mintha ilyen fóliákat, fényrétegeket, és amit látunk, egész más, mint hogyha, hát nyilván a festészetben ugye, ahogy hatnak egymásra a színek, megint egy újabb kép alakul ki, tehát hogy egészen más hatása van. Van úgy, hogy téged is meglep a végeredmény? Igen, abszolút. Sőt, legtöbbször meglep. Az a jó, hogyha meglep engem is. Ám a flow, amely során a pacákból és rétegekből kép válik, egyszer csak véget ér. Honnan tudod, hogy vége van a játéknak? Hát, ezt nem mindig tudom. Van olyan, hogy elkezdek egyszerre több képet. Azért, hogy visszanézek rá, sőt, van, amikor kicsit hagyom pihenni, és visszanézek rá friss szemmel, vagy lefotózom, és úgy nézem meg újra, mert hajlamos vagyok annyira beleélni magam egy-egy képbe, hogy már nem veszem észre, hogy na most itt van az a pont, amikor el kell engedni, és akkor nagyon-nagyon ritka az, amikor mondjuk pár óra múlva, vagy egy nap múlva, két nap múlva újra előveszem, még egyszer ránézek, és csak hogyha nagyon szükségét érzem, akkor nyúlok újra hozzá, de épp, tehát hogy már nem engedélyezem magamnak, hanem muszáj. Pontosan ezért, mert nagyon keskeny az a határ, amikor az ember azt tudja mondani, hogy na, akkor itt most van az a pont, amikor tökéletes. Vagy legalábbis most ebben az állapotban, amiben én vagyok, meg amiben a kép van, ez most így jó. Azt tudjuk, hogy céljaink eléréséhez nem csak testi erőnkre van szükségünk, sokkal inkább lelki, szellemi kitartásunkra, hitünkre, erőnkre. Így a vándorút valahol az élet utunkat is jelöli. A természetben lenni, vándorúton lenni, megérezni a természet erejét, látságát vagy sziklakeménységét, melegét vagy éppen metsző hidegét nagy alázatra tanít. Alázatra és elfogadásra, és arra, hogy a természet így tökéletes. Lehet, hogy épp nekem most nem komfortos, mert mondjuk szeles vagy sáros vagy szúrós, de a nagy törvények szerint rend van. Mindenki tudja a dolgát, a fák, a gombák, a bogarak, a madarak. Így most induljunk el mi is egy úton, amit Szilvi mutat meg nekünk. Mert Szilvi ezt az utat már végigjárta. Végigjárta, és most felkínálja a lehetőséget, hogy mi is elinduljunk rajta. Hogy mennyire lineárisan, az csak rajtunk múlik, mert Szilvia akár mennyire is komolyan veszi a vonalat, mélyről ösztönösen fest. Onnan, ahol ha csöndben maradunk, hallatszik az ökörszem, a vörösbegy vagy a kabócák hangja, sőt, még a kisegér cincogása is. Kispest kulturális életének zászlós hajója az önkormányzat által fenntartott KAMU Művelődési Központ és Könyvtár. Az intézmény szinte bárki számára elérhetővé teszi a magas színvonalú művészetet, kultúrát, és olyan tudományos és ismeretterjesztő előadásoknak is otthont ad, amelyekre széles rétegek kíváncsiak. A 100 éve épült ház pontosan 100 éve áll a kispestiek szolgálatában. A centenáriumra egész éves programsorozattal emlékeznek.
Szinte nincs olyan kispesti, aki ne ismerné, vagy ne hallott volna a KMO Művelődési Központ és Könyvtárról. Az intézmény az elmúlt 100 év alatt meghatározó szereplőjévé vált Kispest kulturális életének színes programpalettájával. A kispesti munkásotthon a kezdetek óta szervez kulturális, ismeretterjesztő, szórakoztató és közösségformáló programokat. Ma egy kulturális intézménynek, egy közművelődési intézménynek nagyon fontos, hogy a kultúra területén pozícionálja magát. Attól függetlenül, hogy minden korosztály számára, minden érdeklődési kör iránt érdeklődőknek szeretnénk az igényét kielégíteni, attól függetlenül csak is az igényes kultúra közvetítés a zászlós hajónk. Tehát a gyerekeknek szánt programjainkban, a felnőtteknek szánt programjainkban mindig az a legfontosabb, hogy igényes kultúrát közvetítsünk. A kulturális rendezvényeken kívül egészségügyi és sportprogramok, tanfolyamok és konferenciák is zajlanak itt. Minősített közművelődési intézményként az elsődleges, amit már említettem, az igényes kultúra közvetítés, a vendégbarát intézmény, a családbarát intézmény, és hogy szeressenek bejárni hozzánk, akár csak beszélgetni is a vendégek, a látogatóink, a barátaink, így szoktuk hívni őket, és az is egy nagyon fontos dolog számunkra, hogy a jövőben is, mint ahogy ezt eddig is tettük, a lakosság igényeit figyelembe vegyük a programjaink alakításánál. Mert számtalan olyan színházi esemény van, számtalan olyan művész van, akik úgy kerültek ide, hogy a mi vendégeink kérésére, és hát mi próbálunk eleget tenni ezeknek a kéréseknek. A jubileumi programsorozat január 22-én a Magyar Kultúra Napján rendezett Kosztolányi Estel vette kezdetét, és május végén egy egész héten át tartó ünnepi kulturális eseménnyel zárul majd. A kulturális hét május 15-én indul egy kiállítással, ahol tényleg a KMO történetét mutatjuk be. A Nagy Balogh János kiállítóterembe lesz, és az elmúlt 100 év történetét fotókban, újságcikkekben, tárgyakban próbáljuk a kispestiek elé tárni. Én nagyon remélem, hogy ez a kiállítás egy kicsit betekintést nyújt, attól kezdve, hogy megszületett a szándék, hogy Kispestnek lesz egy kulturális intézménye az 1900-as évek elején, sőt már az 1800-as évek végén. Nagyon ritka dolog az, hogy egy 100 éve épült intézmény ugyanazt a funkciót tölti be az első pillanattól fogva. Ez az intézmény mindig is kulturális intézménynek épült, és a mai napig ezt a feladatot látja, remélem a kispestiek nagy örömére. A kiállítás megnyitóját követő napon egy színházi bemutatóval várják a közönséget. Hirdettünk jó néhány pályázatot a 100. születésnap alkalmából. Hirdettünk egy Kedvenc történetem című pályázatot. Mi abba bíztunk, hogy gyerekek, fiatalok, felnőttek majd leírják a kedvenc történeteiket, és akkor természetesen a kedveseket, nekünk kedveseket megjelentetjük a honlapon, talán a Kispest újságba, és rajzpályázatot hirdettünk kicsiknek, nagyoknak, a kicsiknek igazi rajzpályázatot, a nagyobbaknak pedig képregény pályázatot, és ezeknek a pályázatoknak, a beküldött pályamunkáknak az eredmény hirdetésére kerül sor 17-én. A születésnapi programok között lesz több rendhagyó rendezvény is, számos meglepetéssel. Eljön az a nap, amikor tényleg azt reméljük, vagy azt várjuk, hogy nem csak a mi közösségeink, a mi munkatársaink, de a bennünket szerető kispesti vendégek is eljönnek velünk egy közösségi sétára. Innen indul a közösségi séta május 18-án 17 órakor a KMO-tól, és elmegyünk a főutcán keresztül a Kultúra kövéig, a Kultúra fájáig és a Szeretet hídjáig. Nem csak a séta lesz az egyetlen szabadtéri rendezvény, érdemes a KMO honlapján utána nézni a programoknak.
Nagyon bízunk benne, hogy nagyon sokan részesei lesznek a programjainknak, és hát még van lehetőség, hogy írjanak a történeteket, vagy a rajzpályázatokon is még eljutassák a pályamunkákat. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy jó hangulatú és emlékezetes születésnapi program lesz. A társasági estéllyel befejeződő születésnapi rendezvénysorozat célja nem csupán a visszaemlékezés, hanem a jelen, kultúrára vágyó kispesti közösségének összekovácsolása is. Eleven állatok voltak a Vekerlei Kultúrház vendégei. Élénk kék és makákó szemű lepkék egy lepkekertből. A két tulajdonos, Modrócki Tibor és Modrócki Lilla pedig számos érdekes tudnivalót mesélt az érdeklődőknek, ezeknek az izgalmas állatoknak az életéről. Például azt, hogy nem minden lepke pillangó, de minden pillangó lepke. A lepkék, tudományos néven lepidopterák, elnevezésüket a szárnyukat borító apró kis pikkelyekről kapták. Ezek a pikkelyek, mint a tetőcserepek fekszenek egymáson, és akárha csak egy-kettő is megsérül vagy lekopik a szárnyakról, előfordulhat, hogy a lepke idő előtt röpképtelen lesz és elpusztul. A lepkéknek közel 170 ezer fajuk ismert, de ez a szám folyamatosan bővül az újabb felfedezések miatt. Annyira érdekes az egész lepkézés, hogy ugye nem lehet megunni. Számos faj van, ugye a fajokat tenyészteni, különböző praktikákat bevetni, leírni, hogy hogyan csináltuk, mivel, mit helyettesítettünk. Ez egy annyira komplex és érdekes hobbi, hogy mindez ideig nem sikerült megunnom, és úgy gondolom, hogy már nem is fogom. A fajoknak mintegy 10% a nappal aktív, a fennmaradó 90% pedig éjszaka. Az életmódjuk, az élőhelyük alapvetően befolyásolja színüket és mintázatukat. Amikkel mi foglalkozunk trópusi lepkéknél, az a jellemző, hogy a nappali lepkék a tápnövényre, amit utána a hernyócska fogyaszt, arra rakják le a petéjüket. Hát a éjjelieknél már nem minden esetben történik így, főleg itt magyarországi környezetben, hogy neveljük őket, azt tapasztalt, hogy bárhol lerakják, tehát ha itt a függönyre akarnak petézni, akkor oda petézik, de persze a saját környezetében ők is a tápnövényre, amit utána a hernyózik, arra petéznek. Hoztunk szemléltetés képen pár petét, ezért körbe annál meg tudják nézni, ezek elég nagy méretnek számítanak, pedig nem nagyobb van, mint a gombos tűnnek a feje. Itt a dobozban látható a tapusz lepkének a tetéje, tehát azért ilyen nagyobb petemel, hogy maga a lepke is ilyen nagy. Egyébként a nappali lepkéknek, vagyis ez egy éjjeli faj, sokkal kisebb. Néha annyira picike, hogy észre sem vesszük a növényen, hogy ott van. A legrégebbi fosszilis éjjeli lepkelelet körülbelül 100-140 millió éves. Ehhez képest a nappali lepkék hozzávetőleg 40 millió éve jelentek meg. Kialakulásuk egybeesik a virágos növények megjelenésével, és fejlődésük is szorosan kapcsolódik hozzájuk. Kedvencem az, hogyha a színét kellene megnézni, ez a fehér, gyöngyházas fehér, úgy mondjuk, hogy azúr lepke, ugye morfó polifémusz. Ők szép, tehát gyönyörű szép nagy fehér szárnyuk van, nagyon kecses a röptük, és nekem ők a kedvenceim. Azt megértem, hogy a lepke. Na de ott kezdődik, hogy hernyó, azt pedig nem nagyon értem. Szóval, hogy nincs-e olyan, amikor óckodsz kicsit tőle? De persze van. Például a kaligú lepkének a hernyója, az hát inkább egy ilyen kis csupasz csigára hasonlít, és kezdetben így nagyon úckottunk tőle, hogy hú, hát ezt hogy fogjuk megszeretni, meg utána az emberekkel is megszerettetni, és kitaláltam, hogy olyan a feje, mint a sárkánynak, tehát egy kicsit szőrös, kicsit olyan kis cuki. Igen, és most már azt mondom, hogy cuki, mert hogy így elvonatkoztatunk attól, hogy ez egy hernyó, hanem így mindig így beleképzeljük, hogy hú, hát akkor ez olyan, mint egy kis sárkány, és így mindenkinek így mondjuk, hogy akkor ez erre hasonlít, ez arra hasonlít, és ami még nem is annyira szimpatikus, meg nem is annyira szép látvány, így megszeretik az emberek, meg mi is. A kifejlett lepkét hívjuk imágónak, ők többnyire virágnektárral táplálkoznak. Abból a fehér színű lubóból ezek a nagy sárga lepkék kelnek. Az argánum mitrei lepkék. Ugye, ami még fontos,
hogy azok a lepkék úgy alkalmazkodtak, hogy csináltak egy gubót, úgyhogy nem lesz nagy bajuk, hogyha leesnek a fáról, és védi őket. Viszont a nappali lepkék más találtak ki. Képzeljétek el, hogy a nappali lepkék némelyike úgy néz ki, mint egy életlen zöld gyümölcs, úgyhogy nem eszik meg a madarak. Van, aki úgy néz ki, mint egy faág, úgyhogy nem találják meg a madarak, valaki olyan, mint a leesett falevél, és szintén nem találja meg a ragadozó, viszont vannak olyanok, akiknek aranyszíne van, vagy éppen olyan ezüstös csillogó színe van, hogy mindenki megtalálja, de tudják, mert a természetben az fontos, hogy aminek rikító élénk színe van, az mérgező, vagy azt akarja láttatni, hogy mérgező, úgyhogy tudják a ragadozók, hogy őket nem érdik bántani, mert bórói járnak. A lepkék szájszerve olyan, mint egy hosszú szívócső, amivel hozzájuknak a nektárhoz. A nektár szivogatása folyamán pedig a beporzást is elvégzik. Mennyit lepkézel egy nap? Mennyit foglalkozol a lepkékkel, illetve az a foglalkozás miből áll? Hát, szezonban, mikor nyitva van a lepkekertünk, mert ugye csak a nyári szezonban tudunk nyitva lenni, ez időjárás vége, akkor ez a napi foglalkozás az bőven 8-10 órát kitesz, hogyha ugye jönnek a látogatók, ha éppen szünnapunk van, akkor is reggel mennünk kell ellenőrizni az állományt, megnézni, hogy jól ettek-e, megtalálják-e a táplálékot. Közben pedig kontrollálnunk kell ugye a ragadozókat, tehát, és ezt nem úgy csináljuk, hogy bemegyünk és mondjuk beteszünk valami rovarölőszert, mert akkor persze mindenkinek rossz lenne, hanem megyünk és például egyesével begyűjtjük a pókokat reggelente. Megnézzük, hogy jutott-e be darázs. Akkor figyelünk arra, hogy a hangyák merre mennek. Próbáljuk úgy megoldani például a levéltetveket is, vagy a hangyák a legnagyobb ilyen jellegű kertészek viszik A-ból B-be, a levéltetveket is úgy szabályozzuk, hogy semmilyen kemikália ne kerüljön be, hanem tényleg ezeket a népi hagyományos módszereket, meg a kis kezünket használjuk. Vajon van-e a lepkéknek orruk, vagy mivel érzik a szagokat, illatokat? Láttatok már lepkén orrocskát? Nem. Hát a lepkéknek van egy ilyen orruk, hogy mutatom, egy ilyen orruk, az pedig a csápjuk. Na most, ugye ezek a csápok, ezek érzik a szagokat is, meg érzik a feromonokat is, úgyhogy a fiúnak általában egy kicsit más mondjuk itt a mi lepkéinknél a csápja, a szaturnidáknál, és ők érzik a lány lepkéket, aztán utána lesz a lepke család. Kezdetben azért inkább Tibi volt oda a lepkékért, meg ezekkel az egész átalakulás folyamat, hogy ugye nevelni a hernyókat, tehát azért rengeteg energiát és időt felemészt. De most, hogy már több éve én is benne vagyok, már engem is magával ragadott ez az egész. Illetve amikor már imágók, tehát kifejlett lepkék, akkor az, hogy ott vannak velünk a lakásban, az ad egy pluszt az embernek így a hétköznapokban. Tehát, hogy reggel úgy indulok el, hogy megetetem őket, hazamegyek, akkor is foglalkozok velük, és is, ez így egy kicsit ki is kapcsolja az embert, illetve gyönyörködtet is az, hogy ezek a csodás színpompás lepkék ott vannak velünk. Lepke vagy pillangó? Sokszor a két kifejezést szinonímaként használjuk, pedig jó tudni, hogy a lepkék az ízelt lábúak törzsébe, a rovarok osztályába, azon belül pedig önálló rendbe, a lepkék rendjébe tartoznak. A pillangók pedig a lepkék rendjének egyik családja. Legfrissebb híreinket megtalálják Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Híradóval és magazinműsorral egy hét múlva várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!